Valaki küldjön egy szürke kardigánt a Puzsérnak, ez itt a hajóágyú, sziasztok! Vagy egy, a Robi... Vagy egy kopasz kisrácot a Lengyel Lászlónak, inkább az dív. Lengyel László, hogy csak második ebben a versenyben. A Robi nagyon nagyot ment a frakcióalapítási elemzéssel. Erős volt a főzet. Néhány nappal az események megtörtént előtt elmondta, hogy hát mit akar ez a hülye Orbán, mit, hát ki a faszon fog csatlakozni frakció. Még a frakció, hát elegen hát se lesznek. Hát az hét ország kell. Elegen se lesznek, meg hogyha lesznek is elegen, akkor is, hogyha nem számítjuk a néppártot, akkor lesznek maximum harmadikok. Szóval mindenben. Hiába kétharmad, már is bajban a Fidesz. Már csak ki kell várni. Legkésőbb szóval... 2011-ig megbukik. Amúgy a Salvini már csatlakozott, vagy micsoda dolgozik rajta? Hát, szerintem már szerintem igen. Mennyi? Igen. Mennyi van, mekkora a frakció? 78 80 ember? 84 ember, azt mondom. Hát az bagatell. Puzsérnak sokkal több van. Ott már ott olyan centrum igen. Képződik már. Többen ülnek az Orbán frakciójában, mint a szavazója volt a Puzsérnak 19-ben. De nem baj, hát érdemes ráhallgatni. Hát emlékeztek arra a Pierre Richard filmre, amikor ilyen ami nőt akart ott felszedni, és akkor mindennek kiadta magát ilyen milliómosnak, és akkor kiderült, hogy a nő nem szereti a gazdagokat, és az volt a feladata, hogy veszítse el rúlelő a pénzét. De nem sikerült neki, tehát mindig rárakta egy számra, és akkor egy a 36-hoz kipörgött. Na ez a Robi bazd meg, hogy frakció, nem tudom mi, akármi, és 5 perc alatt mondott itt, nem tudom, 8-10 dolgot, na abban semmi nem sikerült. Ilyen. Péntekről hétfőre Robi. De mikor talált el utoljára valamit? Hát nem tudom. Tájföldön utoljára. Fölszállt a jó gépre, ami égette az üzemanyagot. Múlt héten mondtam, hogy a Orbán belekergett. Szerintem ott is tévedett, azt hitte, hogy attól, mert nincs Ádám Csutka, attól még biztos, hogy mehet. Aztán rájött, hogy tájföld, az tájföld. Múlt héten, hogy a Orbán belekergeti a ellenzéket a Kéri Lászlózásba, hát a Puzsér az így tátott szájjal bele a Kéri László erdőbe. Tehát Kéri László azért 3 hónap alatt hord össze ennyi fasságot, de a Puzsér 5 perc alatt. Azért kampányban ő is össze szokta szedni magát. De legalább végre rávettetek, hogy én is nézzek meg egy aput, és tényleg jól szórakoztam rajta, főleg amikor engem kiderült, is megbírált. Kiderült, hogy mi a bajuk? Nem. Na, mi a bajuk az Ambrózia? Tehát azért a különböző tájszólásban elmondták a vezetéknevemet. Tehát volt a budai hegyek, meg a dobutcai tájszólásban, hogy Ambrózi. Valamivel felmérgesítettem őket, de nem derült ki, hogy milyen bűnt követtem el, és erre milyen érvet szegeznek de nekem. De ki maradt a Bimbo utcai Ambrózi? Az nem volt Ajaj. De fia más nem is, én elégedetten vettem tudomást, hogy legalább idegesítem őket. Amúgy sincs más célom, mint hogy bosszantsam a kommunistákat. Ja, meg van még Rottenier. Abba az életem abba, egyetlen célja. Apu azért iszik, mert Ambrózi újságot ír. Van még Rottenier utcai kiejtés. Ambrózi. Igen. Nem ejtik az erbetűt a Rottenbire utcán. Nem lehet, hogy egyébként, amit határolnak területed a troli vezetékek, ott így a józanész az abszolút elpárolog, és azért ez ilyen jóslatokat? 80 éve megtörtént már Ambrózi. Ambrózi. Mondjuk őket nem is övezi troli vezeték, nem? Mert a hóhatár fölött... Ott villamos vezeték. Igen, villamos vezeték. Azért nem tud főszerve villamosra, mert nem arra van optimalizálva. Ház előtt áll meg, bazd meg, amikor ezeket elkezdődik. Múltkor láttam a villamoson. Kit? A Puzsért, a Zsuparat. Tényleg? Ott ült mellettem, elmerült a telefonálásba. Valamkinek magyarázott. Jó, egyébként én is... Gondolkodtunk is, hogy most mi legyen, hogy lerúgjuk a villamosra, elhagyjuk. És nem ült mellette a Fordjába Nagy Ervin? Nem. Mustang. Nem, a Nagy Ervin csak a kettes villamost ismeri, tehát az, amikor átmerészkedett. Igen, mert hogy állítólag én, de azt hiszem, hogy a Zsupért te mondtad először, nem én, mert hogy azért a Hont Andrásnak a kurva anyja, erről szólt a féladás egyébként, hogy miért a kurva anyját a Hont Andrásnak, és hogy átvette az általam innovált Zsuparat, pedig az azt hiszem, hogy nem én voltam. Hát az én voltam, de általában az én innovációmat... Hogy innováció, a Dancsó kezdte el a Zsupér Norbertet. Igen? Az még Dancsó volt nagyon-nagyon régen. Dancsó? Mi Puzsarat. Az egyetlen innováció, amit szívesen lemondtam, az ugye a Baranyi Krisztina van, a kecskebaszás relációja volt. Szívesen átadtam a Jessinek. És ő meg átvette. Milyen jól járt vele. Igen, azóta se győz bocsánatot kér. A Szilárd. Ja, igen, a Szilárdot kidobták az ATV stúdiában, hogy Jessinek bocsánatot kér. Azért, mert nekem kicsit meglódult a fantáziám. Hát ezt ismerik, ezt a technikát. Te itt németezel meg. Megkezdje gázázni. Elkezded itt a németek kiirtásáról azért idézni. Hogy ja, hívják Ehrenburgot, és akkor másnap repülünk. Ez a... Anna Ehrenburg. Ültünk, igen, és nem állítottunk meg. Na, szóval amiben
a Zsupér megint nagyot talált, tehát miniszterelnök úr az mi a faszt akar, hogy egy lúzer Orbán izé nem tud összeszedni semmit, tehát már megvan a harmadik legnagyobb frakció, mert ugye a franciák is, tehát a löpenék is bementek. Egyébként megképződött most volt, a centrum. Megképződött az újabb centrum, járt Kijevben, Moszkvában. Öt helyre ment el elszigetelődni, ha jól számolunk, kb. Egy másfél most, hét alatt. Most pont a NATO csúcson van. Washington nem volt, de Ankarában volt. De most van Washingtonban. Ott akkor az már... Hát igen, NATO csúcson. Most akkor van, ez a hatodik hely, ahol éppen szigetelődik elfele. Igen. Figyelj, Kijev, én Moszkva... azt néztem a fotókat, hogy a Biden végre egy létező emberrel fogott kezet, nem a levegővel, és az Orbán volt. Tehát az Orbán az lassan olyan, mint a Chuck Norris, tehát ő kihozta ezért a valóságot a Biden papából. Hát annyira híres az Orbán, hogy a Biden felismeri. Hát ez így kedvelem. De azt írt fel ezzel, tehát annyira elszigetelődött, hogy akkora sziget, hogy már egy kontinens, tehát kurva jó csinálta. Ez ilyen Ausztrália-szerű sziget lassan. Na, de az EP frakcióban most fogják megkapni az igazi kegyelemdöfés, vagy inkább a földön fekvő embernek a heretaposását, amikor a Fico is csatlakozik. Az azt jelenti, hogy a liberálisok mellett egy szociáldemokrata párt is bent lesz az új frakcióban. És akkor tehát tényleg, megképződött tehát a harmadik pólus. Nem, a patriótákra, tehát át kéne nevezni épelméjűek pártja nevezetőre. Mert tényleg ez a, tehát nincs semmilyen ideológiai belépési küszöb, meglehetősen szélesre van tárva a kapu mindenki előtt, aki normális. Tehát nem teljesen hülye, tehát akkor mondjuk a zöldek alapból kiestek, szeretik a hazájukat, tehát a kommunisták meg a Momentum mozgalom meg ezek kiestek, a Momentum mozgalom amúgy is kiesett. Hála az Istennek, meg a választók bölcsességének. Meg az olimpiának. De ennyire vicces, hogy ott voltak ezek, tudod, az egész világ arról beszél már évek óta, hogy jaj, mikor haladjuk már meg ezt a tök unalmas, olyan 19. századi jobbal felosztás, meg miért kell ez az ideológia ellenségeskedés? Tessék, Orbán meg azt mondta, hogy fogd meg a kolbászomat. Fogd meg a kolbásztöltőmet. Vagy inkább az oldalasomat fogd meg, az nem üzenet. Hát kiosztott ilyen logikai játékot, hogy bele kellett dugni a háromszöget a háromszög alakú lyukba. És akinek nem sikerült. Igen, ezt... az AFD az egy német párt alapvetően, ez nem sikerült. Nem hoztak elég nagy kalapácsot, de mindenki más jöhetett a frakció. De hogy tényleg az AFD-nek nem is tudom mennyi LP-s embere van most, azért 20-valamennyi gondolom. Pár, igen. Tehát az jól jönne az bármelyik frakcióba, csak ugye ezek németek. És ezeknek valami így átkattan, és ezekből egyből kijön a német, tehát nyomják ezt a alapvetően... Átkattan? Vagy átkattanúdik, vagy parancsot kaptak az átkattintásra. Csak ezt, hogy engedi Isten, azt nem tudom egyébként. Szóval ugye nyomják alapvetően ezt az épelméjű mainstream szöveget, csak valami akkor így megnémetül az agyukba, és akkor hirtelen átmennek náciba egy pillanat alatt, és ez egy kicsit veszélyes üzemmód. Ilyesmivel fárasztottam ide fel a kurcot, hogy kéne már lassan egy tüntetést tartani a német nagykövetség előtt, olyan kurucinfós hőbörgéssel így mondanánk, hogy igen, is van germán bűnözés. Ezt úgy hívják, germán bűnözés. Toxikus germanitás, az fölülkerekedik bennük. Ilyenkor, mert Tusk kapcsán azt le se tagadhatja, hogy német, mert ugye mit akar az meg ellopni a magyar elnökséget? Mert neki erre szüksége van. Ja, tudjátok, hogy mondják a hogy Németország svédül? Tüskland. Igen? Csak mondom. De biztos a véletlen. Igen. Na, szóval egyébként a papája az EU... Még, papája még harcolt Lengyelországban, ezt mondta. De kiknek az oldalán? Igen, ezt megkérdezték, melyik az oldalán. Ezt most hagyjuk, öcsém, tudod, mindenkinek van nagy azt papája. Azt mondták, hogy ez kamu volt. Még a Magyar Péter is nem volt kamu. Nem volt kamu? Nem. Tényleg? Tényleg. Bazd meg. Ez a Magyar Péter nagypapa sztori. Na most megint ugyanazért harcol, nem? Vagy a megadja. Azt mondta, hogy a nagypapája nem lehetett német, mert hogy Danzban született. Köztudomásul a kevés német igen, volt, igen. Azért szóltak neki, hogy ezt akkoriban még Danzignak hívták. Glendanzig. Akkor Hanza volt nem német a nagypapa. Igen. Tehát ilyen lengyeles ilyen izéje, hogy az aporozását rakták annyira, össze, kb. Úgy állt neki annyira az újmúltításnak, ekkora lyukak maradtak. Annyira jelentéktelen a miniszterelnök úr mozgása, hogy az egész EU full kiakadt rajta. A von der Lügentől plusz a kopassrát is megdúlta magát. Kopassrát? Na ugráljunk, de hát a kopassrát is kiposztolta. Az majd a izében ja, lesz. Ja, Bottyondi! A csúcs hülye a balti germán volt, valami észt EP képviselő, aki kijelentette, hogy azért kell megbüntetni az Orbánt, mert hogy a moszkvai, pekingi, ankarai útjával azt a látszatot keltette, hogy az Európai Unió nem egy nyelven beszél. Mármint? Melyik az a nyelv? Nem egy nyelven beszél. Ez a kijelentés, ez megáll önmagába, csak szerinte ez nem létezik. Tehát az Orbán nem beszélhet így, hogy egy nyelven beszéljenek. Tehát azt a látszatot keltette, hogy a fantazmagóriákkal szemben van egy objektív valóság, és ezért meg kell büntetni. Ja, hogy így nyelv, tehát nem mint valamilyen
országnak a nyelve, hanem a beszédmód. Tehát megint csak a rossz vibe-okat másképpen fogalmazva. Rossz vibe-okat kell. Egyébként az apukája Kasub, itt írják a TUSZ-nak. Nem akarsz egy pár nagypapát átadni neki, meg anyja? Neked már úgyis töbleted van. Tehát, hogy a nagypapa túltengő. Igen, tehát azért, tudod, ez a nagymamám is Kasub volt, ezt ismerjük. Mi Kasubok mindig jó lengyelek voltunk. Hogy hívták Palacseknek amúgy a nagypapáját? Nézegetem, de egyelőre nincs. Konkrétan nem írnak. Mi Kasubok mindig jó lengyelek voltunk. Na jó. Early life, na nézzük. Igen, Danzban született ő is. Maternal grandmother az German. Kasub. Hát az nem részletezik, hogy ki a Kasub, látod? Az úgy, hogy csak úgy lóvele. Ki a Kasub, azt az Göring mondja meg. Kasub ist bestimmei. Na, Donald Test senior. Hát ez 29-ben született, ugye ez a nagypapája, ugye, aki ott vezette a Jeepet, ami állítólag nem is igazi kép, hanem valami Photoshop. Danzig German, igen. Hát az a nagymamája volt Danzig German. Josef Tusk, Raven Officer. Igen, tehát hát akkor ott súlyos kártérítés fognak tehát fizetni. Akkoriban a Danzig lakosságának mondjuk így a 98 100. és igen. 99,9%. Volt azon kívül csak németek laktak ott, igen. Hát szerintem volt még két szolgálólány is. De ahogy a lengyelek akkor is galajozták a német nyuggereket, azt mondod? Aha. Á, biztos nem, a németek maguk dolgoznak. De akkor Danzig ilyen szabadváros volt, nem? Hát igen, hivatalosan igen. A gazdag németek azok maguk kihagyják a szart, nem kell nekem a lantos keletiek oda. Mert gondolnád, mint a Cartmanék, amikor World of Warcraft adnak, anya Rötyi. Hát mint a Bruno-ba, amikor a mexikóiak a szék emberek, tudod. Emlékszel arra? Már körülbelül arra munkára fogják be az alantas fajukat. Hát igen, a kis volt, a Vilmos császár volt, aki azt mondta, hogy nekünk nem kell gyarmatosítani, mert a lengyelek a mi irokézeink, vagy valami. Uh-huh. Valamelyik császár, szerintem azért korábbi. Vilmos, szerintem a Vilmos. De, aha, igen. Még ezzel biztos nem ezt a Vilmos névvel, mert abban volt egy pár, úgyhogy akkor nem tévedhetsz. Még Frigyest is mondhatná esetleg. Frigyes. Vagy Frigyes, bocsánat, Frigyes. Vagy Frigyes Vilmos. Vagy Frigyes Vilmos, igen. Vilmos font elejjel. Frigyes, hülye vagyok. Na, szóval, hogy oda, ők az irokézeik, tehát hogy ők az ő, majd rezervátumba teszik őket. És a lengyelek most azért hálába, hogy dörgölöznek hozzájuk. Hát a TUSZ. Tuti jó dönt. Hát baszki, lengyelek megszavazták most már, akkor hát megszavazták ezt. Hát, tudták, hogy német és nem Kasub. Ők úgy tudták, hogy nem tudták a lengyelek. De valami Morawiecki részéről valaki be is szólt neki, hogy valamit izmozott a TUSZ, és valaki így visszaszólt neki, hogy te is csak addig vagy bátor, amíg meg nem jelenik egy német melletted. Hát, akkor egyből szolga üzemmódba kapcsol. Hát úgy, de úgy bátor, hogy a lengyelek ellen bátor, a német ellen nem bátor a TUSZK. Hát persze, meg Kasub. Te se vagy bátor, amikor a út megjelenik a csolatrikk, amit ki kellett varakja, akkor te is hirtelen nem popázol neki vissza. Dehogy is nem. Igen? Na hát akkor te milyen nem vagy. Cikk? Rossz vibe-okat keltesz út. Sárgalap fut. Na jó, engedem, hogy sörre meghívják, hogy megvigasztalódjak. Na mindegy, szóval az EU vezetői kiakadtak. De hogy mit akadtak, az is milyen szép. Hát az meg hogy miket mondtak a Wonder, ugye az elkezdett azon hőbörögni, hogy a béke megállapodás nem állítaná meg Putyint. Tehát háborút akarunk, a béke az nem jó semmire. Mert a háború majd megállítja, így az van. Látszik, igen. Ez már két éve teljesen meg van állítva. Két éve de konkrétan azt mondta, hogy a béketeremtő szándék nem vezet békéhez. Csak jött nem német ez véletlenül? Á, nem. Csak jött a Jean-Michel Jarre, ugye ez a... Jean-Michel Jarre, az a neve. Igen. Ez a... Cselszín tiszta az oxigén. Azaz. Ez az LPL-nek, ugye? Sárga lapot adott neki. Ő az LPL-nek, ugye? Aha. Igen, mert még ideig óráig. Amúgy szerintem őkkel félnek a Weberrel. Az amúgy könnyen lehet. Nézd, ha nem így volna, akkor nem pegykálnak róla. Nem zörög a haraszt, hanem kúr a Weber meg a Zsár. Igen. Na szóval, ez a Zsár ez meg a... Nem zörög a haraszt, hanem vagy búzi. Sárga lapot adott a... Zsár meg azon pampogott, hogy a miniszterelnök úr nem kapott fel hatalmazást arra, hogy Moszkvából tárgyaljon az EU nevében. Nem is kellett neki. De nem is tárgyalt az EU nevében. Valószínűleg nem kért, azért nem kapott. Igen. És nem is az EU nevében tárgyalt. Ez jó volt, mert a kormányinform ugye megkérdezték a Gulyást, hogy
hogy, hogy azt mondták az EU vezetők, hogy nem kapott erre felhatalmazást, de hát az Orbán úgy volt ott, mint az EU soros elnök is mondta a Gulyás Gergely, hogy nem tud másképp ott lenni, mert ő most az EU soros elnöke, tehát hogy tanácsi soros elnöke, tehát hogy nem tud másképp ott lenni, de amúgy nem az EU nevében beszélt, de ő valóban a soros elnök. De hát akkor nem beszélt annak, de hogy nem tud másképp, mert most ő a soros, tehát most ő a soros elnök. Nem a Biden, nem a Biden, hogy neki egy pár klónja. Testes asszony, aki állult az első sorba, még egyszer feltesz ezt a kérdést, ott lekever neki, bazd meg, hogy az Anun feje így megfordul. Semmi, tehát riasztották az ELTÉ-n a filozófiai tanszéket, hogy ezt a ontológiai problémát oldják fel valahogy. Tehát azt mondta a Jean-Michel Jarre, hogy sárga lapot kapott a kolostormalac. Jó, de ha az meg visszanézik a varon, akkor rájönnek, na most semmi ez volt. Ugye két gond. Hát attól még elcsalják simán. Tehát a két gond van vele, hogy ez nem egy foci meccső, meg nem játékvezető. De hát ez a kettő probléma. Tehát olyan, mint amikor a agymenőkben a autista fasz az kicsit ott beindult, hogy a túlvitte a Star Trek-et, és akkor mindenkit legfegyelmezett, és akkor mondták neki, hogy két probléma van, hogy ez nem a Star Trek, és te nem a körkapitány vagy. Tehát a Jean-Michel Jarre is valahogy itt, nem tudom, így Colinának képzelte magát, ebből annyi igaz, hogy mind a ketten kopaszok. Tehát körülbelül ez az analógia, ami megállt. Nem Colin a nőket tehát, szerette. Hát ezt mondtam, hogy ez az egyetlen. Ja, ja, jó, kopaszok, jó. Okay. És kurva jó, mert van cliffhanger is, ugye Orbán azt mondta, hogy ő az egyetlen nyugati vezető, aki egyszerre tud beszélni Kijevvel és Moszkvával, mindenki más olyan helyzetet hozott létre, amiben nincs esélyük közvetlen kommunikációra, és Szijjártó azt mondta, hogy ezek a támadások minket nem tántorítanak és kedvetlenítenek el, a békemisszió folytatódik, sőt erősödik, ezért arra kérem Európa háborúpárti politikusait, hogy csatolják be a biztonsági öveiket, és nagyon figyeljenek a jövő héten. De hogy még a Szijjártó még azért sem visszakozott a Pottyondira se? Nem mondta azt, hogy akkor... Ja, hogy szarrázi alak a Orbán? Igen. Pottyondi ezt mondta? Persze, igen. Mert a Orbán megrakítette a gyerekonkológiát Kijevbe. Kijevben az Orbán az Anna Frank. Ezt kell tudni. Ez a mai műsor másik címe. Megtámadta a rákos gyerekeket, baszki. Igen, tehát volt az a gyerekonkológia, és akkor az a rakéta sosem esik rá, az Orbán nem ejti rá. Tehát egyszerűen szégyeljük magunkat, mert hát, kiment a pucsihoz az Orbán. A Putyin így kérdezte, hogy Viktor, mit csináljak, hagyjam abba? Nem, ott van még az onkológia, az még áll az onkológia, és azt le fogod rombolni. Utoljára... De Viktor, hát ott gyerekek van, nem érdekel, utoljára Horthy győzködte így a Hitlert, hogy robbantsa ki a világháborút. Üvöltött el, mi Horthy a Hitlerre? Igen. Horthy, vidd el a zsidókat, vidd el. Nem akarom rólad hallani, még egyetlen. Nem akarom, és nincs is hova, nem érdekel, elviszed őket. Akkor tábort építesz, bazd meg. Lengyelországban. Akkor lengyel táborokat építesz. A Tuszkékkal, bazd meg, nem érdekel. Ó, szóval... van az a lengyel csávó a Tuszk, az majd megoldja. De különben Edére is ragadt valami a Zsupérnak a zsenialitásából, mert amint kimondta, hogy mindenki szarházi, aki ugye tárgya a Putyinnal, más két percről jött a hír, hogy a Zelenszky tárgyalni akarna Putyinnal. Most Ede úr jól el fogja küldeni Zelenszkyt a pisába. De hogy kedvencem a EP-s főfaszok közül az a, mégiscsak a Borrell volt, az a külügyes Móka Miki. Amúgy ez kihatalmazta fel bármire? Hát, mert tudtam a külügyi főtárgyaló, csak azt az álláspontot képviselhetem, az összes tag egyet értem. Igen, de most azon toporzék, hogy fölismerte, hogy miniszterelnök úr elkezdte az ő munkáját végezni. Mert ugye az EU-nak a külpolitikája az annyiból spanyol, de szeretné. Katalán. De az, hogy látszik, tehát nem az a baj, hogy elvégzik helyettet, hanem az látszik, hogy nem te végzed el. De azt nem szeretik. Meg az a bajuk, hogy a EU-nak abból áll a külpolitikája, most már lassan 2,5 év, hogy így kiárogatnak Brüsszelbe, így megmaszírozzák az Zelenszkij vállát, hogy kurva jó, hogy öcsém csinálja, tolja utolsó emberig, az és mi velem vagyunk, és támogatunk, és gyerünk, ez és hajrá, és megbaszol az oroszokat. Ez nagyon sokat segít, tehát ott az oroszok odabaszták azokat rakétákat, és akkor azt mondta Zelenszkij, na most már elegem van, bazd meg, gyerekek, kinyitom a fegyverszekrényt, és előveszük belőle a szolidaritás, meg a profilkép keretcseréket, és ezeket mind ezt a pusztító erőt, ezt mind rászabadítjuk az oroszokra most. És azt mondja, hogy ne akarjátok, előhozzuk a fegyverattár sarkából az ígéreteket is. Mindezek után, mert akkor az Oroszországban kőkövön nem marad. És ha még ez sem működik, akkor jön a dobolókör. Hát akkor jön a kaja kallasz, és akkor Ukrajna nem veszíthet ezt reggel 5-ig ezt nyomatják. Putyin azonnal visszamegy a határai mögé. Tehát ez a... És ha nem lett volna a felvilágosítás, akkor a Robi Pesszel, tudod. utca. Rákon. Tehát ez volt egy felvilágosítás, és azért se teljes köcsök, se tőzeg.
Nos, szóval ennyi az EU-s külpolitikára, miniszterelnök úr fogja ott magát. Ott van és előtte a 150 ezres tömeg. Na jó, hagyjad. És így elmegy mindenkivel tárgyalni, hogy a külpolitika szokott lenni így normális üzemmód szerint. És a Borrell meg így sikít, hogy hát ez így nem jó. Hogy ez mi volt. Azt igen, a Rácz András nem értette, miért jó Orbánnak a Moszkvában megy. Török Gábor magyarázta el neki. A magyarázta el neked a Török Gábor. Bontunk egy pisztecét, és nézzük, hogy olyanok, mint a... Nem akarom mondani, kik a színpadon. Hát melyik meccs? Esnek be az árokba, és akkor csak nézzük, hogy most a Rácz András esetben vagy a Török Mondjál Gábor. Meccset inkább, hogy jó. Nem tudom, melyik meccsen. Német-francia meccsen. Hát, de ott az a baj, hogy ott van győztes. Ez a baj a focival. Én olyan meccset szeretek nézni, ha nincs győztes. De ez a meccs sajnos meghiúsult a német-francia, az a baj. Az a mestertervük. Egymás után estek ki sajnos. De kár. Nagyon ezek a zsenik azt a mestertervet eszelték ki, ez a ravasz ötlet jutott az eszükbe, hogy úgy fogják megbüntetni Orbánt, mert az elnökséget nem tudják elvenni sajnos, és jogállami eljárás nem lehet indítani amiatt, mert hogy elment tárgyalni valahova. Elveszük az elnökséget. Nem, hogy nem állnak vele szóba a tanácsi értekezleten. Pedig sem álltak szóba, hát ez nagy veszteség lesz. Sőt, amikor Orbán felszól, akkor lehet, hogy ilyet fognak csinálni. Gyakorlatilag ugyanezt csinálták, csak a kezük nélkül. Tehát semmit nem hallok. Nem érdekel. Ez történt. Egy kibaszott általános iskola. Egy választott politikus is. Ez történt nagyjából az, hogy példátlan lépéssel szúrt oda Orbán, vagy Magyarországnak az Európai Bizottság. Egyetlen EB képviselő sem jelent meg a Soros elnökség által szervezett miniszteri találkozón. Előtte Orbán Viktornak sem találtak helyet, hogy a hagyományoknak megfelelően felszólalhasson az Európai Parlament első plenáris ülésén. Most megmaradtak az oszoszendvicsek a követségem, vagy mi van? Itt nem beszélhetsz Orbán. Jó, hát már nem először akarják azt, hogy Orbán ne beszélhessen Brüsszelben, de mi van, hogyha az Orbán mégiscsak? Akkor elmegyek a Kremlbe, a tiltott várjunk meg a Fehérházba, és beszélek ott. Na, mit? És közben úgy bejtem Ankarát. Erre mit lépsz? Nem mehetsz oda, hát ez szabálytalan, ez tiltott a játék. Nem engedtük meg neked. Nem, mint a Cartman, amikor fönn volt a széken. De mit tetszett itt ezen a széken? És akkor mondta neked Dada, hogy nem jössz le innen, és leugrott, és akkor így nézett, hogy hát ezt meg ott csináltam. Hát tényleg, itt a Midway csata. Yamamoto admiriális hiába mondta, hogy ez szabálytalan, hogy éjszakra jön az amerikai flotta. Ezt nem szabadott volna. De kint, nem mehetsz Afrikába itt terjeszkedni, ez nem szabad. Nem. Várd meg, hogy mi is megérkezünk. Sokkal gyöngyépgazdaságú. Most már jöttem azt a rakéték ki, hogy ne gyártsunk géppel légvédelmi rakétákat, mert a nyugat csak kézzel gyárt, és igen. Csak így szóltak, tényleg szóltak a kínaiaknak, hogy teljesen szabálytalan automatizált gyártósorokon légvédelmi rakétákat készíteni. Igen. Kézműves rakétákat akarunk, nem ilyen bolti. De ugye, ahogy a Rácz András meg a Tarján is megmondta, hogy ha egyszer a nyugat, az atlanti világ összeszedi magát, és tényleg beleáll a háborús gazdaságba, akkor Putyinnak a másik heléje is oda lesz ilyettében. És így kiderült, hogy így havonta, mit tudom, 500 darab Patriot rakétát tudnak gyártani az amerikaiak, de 2026-ra ezt a mennyiséget havi 550-re fogják emelni. Hú, és akkor Kínait maga alá fosott. Igen, azok meg ilyen, nem tudom, ilyen hetente 10 000-et képesek legyártani. Bár nem Petriuszból. Hát, jó, de lehet, hogy mit tudom én, nem három csip, csak kettő van rajta, igen. Hát szerintem az Patriot csak kicsit deluxe-abb verzió. Tovább megy meg kicsit gyorsabban. Kicsit ellopva. Két rakét az ugye, hát nem biztos már ez. Amúgy, lehet, hogy itt már nem a hát amerikák rólognak. 10 év aztán most már így fejlesztik hát, maguk. Igen. Az, ami még cint szoktunk itt idefele, hogy nem sokára lesz a 2 éves évfordulja annak a von der Leyen-i beszédnek, amikor a EP széles plénum előtt előadta, hogy már csak 1-2 hétig kell kitartani, mert az oroszok kifogynak a fegyvereiből, mert a mosógépekből szedik ki a csippeket, ugye ezt a 444 is megírta, meg a Telex, meg az összes megbízható ilyen újság, akik nem olyan propagandisták, mint ti. Tehát Oroszország már a háború kezdete utáni első hónapban összeomlott a gazdasága, nem maradtak fegyvereik, nem maradtak katonáik. Csipek nem voltak. Megfagynak, éhen döglenek, nem tudom én mi azóta. És? Most melyik Oroszország? A cári, a szovjet? Vagy és a krízis tetőfokán a már jelenlegi. A tetőfokon már gyalogságjárásokkal támadtak, mert nem volt lőfegyverük, ezt se felejtsük el. Csak be kell rúgni az egészet, és akkor összeomlik. Első világháborús gyalogsági előszedték a múzeumokból, igen, azokkal támadtak. Mire a levelek lehullanak, ukrányaink a Krímben lesznek. Második von der Vilmos. Adolf. Második Adolf von der Vilmos.
Szóval nem csak muciológusok vannak, vannak Európában, hanem vannak tényleg olyan emberek, akik számolni is tudnak, és ez egy két éve, amikor közgazdászok nézték, hogy hát oké, tehát hogy ezek a szankciók nem biztos, hogy működni fognak, hát azért meg Oroszország által a hadigazdaságra azért így el fog pöfögni, 3-4-5 évig is fogják bírni ezt a háborút, de utána szerintem lesznek anyagi problémáik. Milyen megoldás javasolsz erre? Szerintem el kéne kerülni azt, hogy Putyin be tudja vezetni a több kulcsos progresszív adót, hogy az oligarchái ne tudják kimenteni pénzüket. Vágjuk le a SWIFT rendszerről az oroszokat, és akkor bent tartjuk az orosz vagyont Oroszországon belül. Nagyon jó ötlet, akkor megváltjuk, akkor levágjuk a SWIFT-ről az oroszokat. És a Putyin meg azt mondta, hogy jó, aha, tehát az oligarcháim nem tudják kimenteni a vagyont. Oké, akkor több kulcsos adó. Ezek az meg nem tudnak olyat csinálni, ami ne Putyinnak vagy Kínának lenne jó. És akkor jött a dobolókör, és akkor kidobolta, hogy de csődbe fognak menni, most már mindjárt. Amúgy azt jól tudom, hogy ez a Kaja Kallas most ő lesz a, igen, ennek a külügyes fővidiótája? Igen. Ő nem érintett valami? Minőségi cseret. Nem csak a férje. Csak a férje. Nem tudott róla elnézést kért, és továbbra is folytatja. Csak egy kicsit fogadta el pénzt az MSZP-től, és már régen. Hát több. Igen. Kaja, és akkor még most is elfogadom, de... Tehát a Kaja Kallas a Észtország Fritz... Ki a Amstetten idén? Fritz... József Fritz. Tehát az Észtország Fritzlnéje, hogy így nem tudta, hogy mit csinál a férje. A férje az egy éveken át tolta, és neki fogalma se volt róla. Hát egyik az a pincébe intézkedik, az észt verzióban, meg így Oroszországra üzletel ilyen eurómilliós, vagy... Hát talán nem érje a millió, de több százezer, igen. Hát tényleg, ahogy... Fogalma nem, szegény nőnek fogalma nem volt. Észtország, ez csak a férje. Igen, de ő Észtország Fritzlnéje. De az meg hát a Fonderlein se tudta, hogy a férje a Pfizernél van. Ja, igen, most se ott előző. Írt valami SMS-t, hogy nem tudom, hol dolgozik, de ez az a cég, ezt nem gondoltam volna. Úgyhogy tovább küldte a brit miniszterelnöknek, a kávéfőző néninek. Szóval csak régen dugták meg férje, és csak kevés pénzért, tehát nem kurva a fam magyarul. Erre célzol, ugye? Megadja. De azt el tudod képzelni, hogy amikor otthon voltak már az ágyban, kicsit tévéztek a híradók között, ott ki is rázta a férjének, és utána beszélgetni, hogy drágám, milyen volt a napod. És mondta a férje, hogy hát kötöttem egy kurva nagy vakcina szerződés. Kivel? Hát az Unióval. Tényleg, bazd meg? Hát én voltam az SMS másik oldalán. Tényleg, drágám. Én ott dolgozom, te? Bazd meg már Pfizernél van. Lehet, hogy el kellett volna mentenem a számodat. Igen, a Pfizernél van. És te meg hol dolgozol? Az Unióban? Bassza meg. Hogy a titkár, nem, én vezetem. Mit csinálsz ott? Takarítasz. Nem, én vagyok a bizottsági elnök. Rotary Club, Country Club. Na, azt mire célzol ezzel? Én kezdem sejteni, hogy Zelenszky miért akar mostanság tárgyalni. Azt, hogy lejárt az idő, amit Ukrajnának adtak. A világ pénzemberei be akarják hajtani a pénzüket. Ezek az orosz, ez orosz propaganda. Ezek orosz pénzemberek, meg kínaiak, ugye? Tehát a nyugati pénzemberek azok nem tennének. Na, de hogy is, ott a szent ügy az. Önzetlen segítség. A legfrissebb ukrán kormányzati adatok szerint Ukrajna összesen 20 milliárd dollárral tartozik a nemzetközi kötvénytulajdonosoknak, 11 dollárban és 2 euróban denominált kötvényben. Eközben a Világbank pedig közel 500 milliárd dollárra becsüli Ukrajna újjáépítésének költség. Legalább ki tudott fizetni a narancsleveket. Mintha szóltunk volna egyébként a háború kitörése után egy pár hónappal, fél évvel, hogy oké, hogy itt van egy harci helyzet, ami olyan, amilyen. És ezt a boltban elfogadják nálad egyébként? Te szóltad. Na, megint már ez megmondtam. Van egy újabb már megmondtam. De itt beszéltük a műsorban, hogy egy dolog a harci helyzet, hogy az ukránok megfogták az oroszokat a fronton. Írja sem ezt a feleségednek, hogy van egy láda, azért már én megmondtam kártyát, passzolja el olcsón, mert hát a valami elnök de a hogy ki fogja majd ukránok? Dolgozik valami elnök pozícióba, feleség? Ez a baj, hogy nem. Nincs? Nem tudsz róla? Tehát nem tudsz róla, lehet, hogy dolgozik. Ja. Lehet, hogy csak nem beszélgettetek el. De a 444 meg a Telex nem akarja megvenni ezeket a kártyákat, mert az elmúlt két évben ők csak hazudtak. Nekik szükségük is volt. Egy csomó dollárjuk van, tehát az üzlet. Ja, nekik dollárjuk van, nekünk meg kártyák. Cserélhetnék. Lehet, szóval megmondtuk itt a háború kitörése után egy fél éven belül, hogy itt Ukrajna... Mindenki problémáik lesznek. Tehát, hogy egy dolog, hogy tartják a frontot katonailag, de hogy ki fogja Ukrajnát majd üzemeltetni, meg főleg miből. Tehát egyrészt elég sok dolgot szétlőnek. Meg minek? Hát jó, ez a főért. Tehát sok dolgot szétlőnek, sok ember otthagyta a lakhelyét, munkahelyét és elmenekült máshol. Tehát, hogy ez hogyan fog, ez miből fog működni. És most azért ez a 500 milliárd dollár, az már nem egy ilyen kis picsányi összeg, az már elég jól látszik szabad szemmel is. Ha már a 20 milliárd se picsányi, mert törleszteni kéne. De azt az 500 milliárd dollár, tehát az annyi pénz, hogy annyit Ukrajna egy helyen soha az életben nem látott, igen, és nem fog látni. Hát nem is fog látni, de tökéletesen fedezi ott a Zsitomir külsőn az a titánért.
készlet, ami ott megtalálható. Tehát az amerikaiak mindenképpen a pénzüknél lesznek. Na, fenne, hogy fedezik. A zsitomért azért csak nem fogja elfoglalni a félheréjé. Hát egyébként az kb. Az, ameddig ugye elmehet. Igen, az ugye az orosság határa. Hát azon is csodálkoznék, ott a Nyeperen át tudnának kelni, mert Odessa hívja őket. Hát azért valahogy meg fogják oldani. Ide. Odáig az orosz nem siet, ahogy elnézem. Igen. Hát most pénzük is van, mert ugye... Azt a nyugodt elintézte, hogy így legyen pénzük. Az meg ez az Oroszország tényleg olyan, hogyha nem nyúlunk hozzá, nem piszkáljuk, már tényleg magától összeomlott volna, de amit elkezd így pofozgatni, akkor kiegyenesedik, és egy nagy gigyúrt, ilyen debel a fasz lesz belőle. Mikor a tűz így lassan kihúna, és így fölpiszkál a parazsat, hogy akkor még egyszer belobban az egész így dühébe. Szóval igen, a morál mellett a szakértelem is nálunk van. Ráfért volna még egy 20-30 évnyi Kissinger a nyugati világra. Az a csak 100 évig ért, ez kevés, hogy ugye... nyugatnak a... Igen, az ő, az a, náluk ugye fiatalnak számít még. Bármikor, amikor az ember így elkezdene kételkedni abban, hogy a Putyin reálisan látja a dolgokat, és mindenképpen meg kellett indítani ezt a háborút, mert különben Ukrajnából a NATO előre tört helyőrségét szervezik meg, akkor Biden rögtön kijelentő, hogy, hogy Ukrajna mindenképpen a NATO tagja lesz valamikor. És akkor erre Putyin meg azt mondja, hogy jó, akkor a valamikorig akkor háború lesz Ukrajnában. Tehát ez majd... Tehát ezek tényleg olyanok, bazd meg, mint a Phoenix Goldban nevelkedtek volna. Nem tudnak egy jó döntést meghozni. Az a Pécsi MFC volt, ahol nem tudtak egy jó döntést meghozni. Igen. A Phoenix Goldban szokottam úgy sikerülni elég gyakran jó döntést hozni. Franciaország három felé szakadt. Töltött a gédia? Egy mélyen demokratikus választáson amúgy. Valami egy millióval több szavazatot kapott a Le Pen párt, mint a Macron pártja. De tartanak már a mórok Tursznál. Túr. Ha jól tudom, akkor a Le Penék kaptak ilyen 4,5 millió körül, a Macron 3 valamennyit, és talán 2,7 a kommunisták, akik megnyerték ezzel a választást. Le Pen meg a harmadik lett a 4,5. Mire Macron nem kommunista? Hát a jó az a... Új kommunista. Új kommunista. Bár itt ezt nehéz régi a új kommunista. Szóval két kommunista párt van, meg egy Le Pen-féle párt, és pont a során ez ellenkező minden, hogy kiadná a szavazatszám. Tehát a magyar választási rendszer az teljesen igazságtalan és rossz. Mert hallom a Farázséknál is. Ugyanez, igen. De ott nem ugyanez, hanem ott kaptak valami nem tudom hány millió szavazatot, és akkor öt. Ebből lett négy képviselő, vagy öt. Igen. Tehát ja. Most már a Farázsnak a csapat az majdnem megközelítette már ott a torikat. Bár mondjuk az nem egy nagy teljesítmény, de... Hát manapság nem. 11-15% valami ilyesmi volt. Csak hát itt ez a mindig a megy, hogy a sírás a magyar választási rendszer, és mindig követelik a tisztán listás választási rendszert, mert az aztán kurva igazságos. Hát a magyar az pont jól kisúlyozza a kettőnek, mind a kettő, tehát a listásnak meg a körzetesnek is kisúlyozza a túllengéseit, és szépen, hogy behozza a dolgot viszonylag jó középre. Na mindegy, jól néz ki ez a Franciaország. Ha felkeltenénk a De Gaulle-t, és mondanánk neki, hogy figyelj már, Párizsban kúrnak minket az arabok meg a feketék, és nyertek a kommunisták választással, akkor abba az meg vissza. Magára csukja a koporsót. Szóval egyébként ellenpélda Szlovákia, ezt a rendszer az ismerentest közelből, az egy tisztán listás választás. Hát Szlovákia az ilyen magyar... Stabil a kormány. Stabil a kormány, így van. Az ilyen Magyar Péteretnek való terep egyébként. Tehát az a ott volt is egy, ugye? De hát a Matovics is ilyen mozgalmárpofa volt. Nem annyira bolond, mint a Magyar Péter. De az egy regionális választás. Jó, igen, ez egy dolog. Szóval a Matovicsnak azért a magánélete az rendben van. Ez egy komoly erő Magyar Péterhez képest. Nem fossa össze magát? Nem is fossa össze magát részegen, hogyha azért ez a fickó tud viselkedni. Tehát egy ilyen tök aranyos kis pofa Magyar Péterhez képest. Mert be a kocsiba, vagy ez melyik volt? De az ő volt. De ez a rendezett magánélet? Hát úgy értem, hogy felesége van neki, nem pedig 18 éves pinákat hajkurász az öt kerbe. Az a régió, az kicsit ilyen, tudod, ilyen vadabbak. Igen, nem. Az nem a déli régiónk, akik vadabbak. Hát itt is. Igen. Azért itt is vannak lövöldözések, vagy voltak az lövöldözések az elmúlt 30 évben. Meg az elmúlt pár hónapban is. Igen. Például egy miniszterelnök. De szóval Szlovákia az a hely, ahol jön azt egy ilyen... Azt hittem, már áttekerünk az öt kertre. Hogy mindjárt nem, még nem, majd szóval, hogy jön egy ilyen mozgalmák retén, aki valamit mond nagy vehemenciával, meg szuggesztíven, és akkor így rácuppan a lakosság, és Szlovákiában ezzel lehet választást
nyerni tulajdonképpen, meg kormányt alakítani. Tehát nem kell hozzá szervezetépítés, választókerület, aktivista hálózat, meg bármi ilyesmi, hanem így van, tehát meg lehet nyerni ilyen média aktivitáson keresztül. Jó, de a Magyar Peti viszont gyűjti az MLM-es lóvét, nem a hívektől a rendszerváltó dollárokat. Na, nem az adatkártyát árul, bazd meg, nem ilyen. Hát, látod, jön is be neki a lé. Van neki egy hétvégre nőre 500 000 forintja. Bazd meg, szétadom a srácot. Meg ennek nem lehet nemet mondani, hogy nincs kúrás, akkor is előveszi a brekkeset. Nincs kúrás. Tessék, ez már előkerült, igen. Nincs kúrás, akkor megoldom egyedül, bazd meg. Ennyi. Nem a kuki a kicsi, hanem a pofád nagy. Szétadom. Még Szlovákra csak egy mondat, tehát ott meg lehet ezt csinálni, és azért van ilyen ingatagság, és amúgy Szlovákia az a hely, ahol nem tudom, melyik választás volt az elmúlt években valamikor. Már nem tudod számon tartani annyit. Így van. De most komolyan, itt volt négy választás. Itt volt négy választás, ez alatt Szlovákiában volt 20, nem? Tehát körülbelül így. Elmúgy annyival történt, de a lényeg az, hogy Szlovákiában ugye Pozsony az a liberális központ, meg az ilyen a liberális súly, vagy súlypont. És valamelyik egy pár évvel ezelőtti választáson majdnem megnyerte a liberális oldala, vagy liberális pártok majdnem megnyerték a választást, úgyhogy igazából csak Pozsonyban kapta komoly mennyiségű szavazatot. Tehát ha ránézte az ország térképére, akkor Pozsony volt ilyen kék meg világos zöld, az egész ország az piros volt, ami ugye a Ficóéknak a színe, meg a délen voltak a magyar területek, ott azért magyar, nincs is magyar, párt, magyar szavazatok voltak, akkor még volt. És az egész ország pirosított, de Pozsony majdnem elvitte a választást a liberális irányba. Tehát a listásnak az a probléma, hogy az nem képezi le a területi egyensúlyokat. Nincsenek meg benne a fékek és ellensúlyok. Meg lehet nyerni egy választást egy kurva nagy városból, az országhoz képest kurva nagy városból, úgyhogy az egész ország területe az mást akar, de az a város meg elhúzza emelre. Tehát a tisztán listás választás az kurvára nem igazságos azzal szemben, amit a magyarországi baloldali közvélemény gondol róla. Mert itt megvannak ugye a körzetek, tehát mindenkinek van a parlamentben képviselője. Jó, hát a lakjon bárhol. Ja, mindegyikben megvan a logika. És a magyar épp ezért jó, mert a kettőt kiegyensúlyoz, van benne listás is, meg van benne körzeti is. Hát igen, de hát a területi vagy választókörzeteknek, meg a képviselőknek az az értelme, hogy ezt teszi gyakorlatilag kormányozhatóvá az országot, mert lásd ugye Tócia, oké, hogy kis regionális kormány, de akkor azért mégiscsak... Hát meg nem lehet ilyen hirtelen fölfutó kis hülye mozgalmakkal egyből az országot szétbaszni. Nem lehet a Facebookon választást nyerni, kell hozzá azt, alapszervezet lehet is. A Lispán bazd meg valamelyik közé, aki ott elindul. Lehet a Lispán lecsutakolhatja... Ilyen Ficóból lehet még Nyitra megyei. Lecsutakolhatja Lispán a lovakat a Karmelita előtt. Nyitra megyei. Úgyhogy ennyi. Nem vagyunk mi ellen. Nem, fényes. Nem, még nem sejjelmajom, mert egy kimaradt egy külügyi vonalon. Megdöbbent a német, vagy ez volt? Nem, ja, nem ezt, megdöbbent a német külügy, miután Szijjártóék lemondták a találkozót a német kollégájával. Úgy volt, hogy Szijjártó Péter hétfőn találkozik Budapesten Annalena von Ribbentrop német külügyminisztere. Von Ribbenbock. A külügyminisztérium megkeresésünkre közölte, a lemondás hátterében kizárólag technikai és nem politikai ok. Nem tépett sorszámot ez a hülye. Mi? Nézte a sorszám kiadót, és nincs vele politika, hogy, semmi. Nem tudtam, 360 fokos fordulat. Miért nem adták le a gyerek megőrzőbet? Megvárja, míg jön a Szijjártó, elugrál a gyerekek. De biztos nem kamuzott a külügy, mert valószínűleg már készültek a Baerbock is asszony látogatására. Tehát oda, amikor lögdösödnek, hogy én is akarom látni, hogy mit mond ez a hülye, vagy akarom hallani, hogy mit mond ez a hülye. Nem, de úgy, ahogy nem ment el a felszólítja Orbánt, hogy vegyen 360 fokos fordulatot. Azt mondom. Ahogy nem ment el ez az Európai Bizottságos idióta arra a ülésre, ahova hivatalos lett volna a magyar kormánynak a nyitóülésére, vagyis az Európai Uniós Elnökség nyitóülésére, csupán technikai okokból nem ment el, nem politikai okokból. Hát most ez a találkozó is így technikai okokból sajnos meghiúsult. De én úgy tudom, hogy ennyit szerettek volna közölni, hogy nem csinálhatjuk ezt, amit csinálunk. Hát a von Ribbenbock... Ezt meg közölték 77-en, tehát ezt már az, hogy a von Ribbenbock az Wesemeyerre dúlta magát, és be akarta hivatni a Szijjártót, hogy üvölcsön veled, a Szijjártó, vagy Magyarország most éppen nem ért rá, menik lesz. Mert dolga volt neki Ankarába. Ilyenkor az a technika van, hogy a Szijjártó felül egy ilyen magas székre, és akkor így leugrik, hogy Anna, én ezt meg hogy csináltam? És akkor azon tanakodnak, hogy ezt hogy csinálhatta a Szijjártó. És amikor az Anna rájön, addig a Szijjártó elrepül Kínába, és intéz valami komolyabb dolgot. Visszajön, és akkor az Anna hátra megfejtette. Hogy milyen alapon bazd meg, fai?
milyen hangulatot. Van egy felsőbséges faj, és akkor annak a képviselője. Azt mondják, hogy Orbán Viktor miniszterelnök meglepő és koordinálatlan moszkvai útja miatt, szerintem ez tök le volt koordinálva. De most ezek tényleg... Milyen koordinálatlan? Mert hogy azt gondolták, hogy neki kellett volna koordinálni. Na ez az. Tehát miniszterelnök úr fölvette a telefont szerdán, hogy szervusz Vladimir Vladimirovics, pénteken nálad vagyok. És akkor mondta, hogy dá. És pénteken ott volt. Nem, mondta nekem, hol hiányzik ebből a koordináció? Mondta nekem, úgy, hogy te figyelj, megkérdezted a Borrellt, meg azonnal én lehet, hogy elenged nekem, mert azért ne gyere ide így, hogy... Igen. És akkor a Viktor mondta, hogy meg, persze. Megkérdezte. Még annyit kiadta a telefonba, azt is mondta, hogy vegyél rusztit, mert tudom, hogy szeretem. És egy nagy tár ruszti várta őt az asztalon utána, mi? Szóval Orbán Viktor meglepő és koordinálatlan moszkvai útja miatt nagyon fontos lett volna egy komoly és őszinte személyes megbeszélés a két külügyminiszter között. Hát azt tényleg fontos lenne egy komoly megbeszélés a Szijjártó meg az Annaléne között, csak hát itt ez a, az egyik fél az ez a 40 év, ami a szellemi szint különbség kettő között, az nem teszi lehetővé. Azért német, tehát amikor ide jön a Baerbock, akkor azért le kell ragasztani ezeket a névjegytáblákat. Ja, igen. Meg a zsebét be kell varrni, nehogy oda kerüljön valami. Kell tüntetni, ne, tehát tényleg olyan, mint a torrentében a rendőr, tehát a bizonyítékok a gyűjtelen. Tudod, amikor így el kell magyarázni, hogy Annalina nem lesz még egy Barbarossa. Tehát hiába szeretné, de meg hát nem lesz bazdmeg. Hát te csinálod. Igen, tehát... igen. És minket kikerült. Szóljál, és akkor megnézzük. Hová ássa Putyin az árkot, amiben beleestek. Ja, Istenem. Na. Egri Viktor szerint, ha nem verték meg a magyar válogatottat, az csak azért volt, mert folyamatosan mellénk állt a szerencse. Hát az Egri Viktor, az régen... sportriporter volt, de csak azért, mert szerencséje volt évekig, és nem szedték le a sportriporteri állásból, és akkor jött egy időszak, amikor elfogyott a szerencsé, és azóta az ATV-n műsort vezet, és azóta ilyen hülyeségek jönnek ki belőle. Tehát én emlékszem még, ezt már talán egyszer meséltem itt, hogy volt még anno a Digisporton egy ilyen nagy, a Vitrainak volt egy ilyen remek műsora, ahol ilyen bölcsészféle emberek a sporttól szakértettek, és ott volt még a Medgyesi Gusztáv az Ésből, meg a Kovács Zoltán, meg a Vitrai, és akkor ezek a filoszok így, igen, ezek a filoszok ott akkor azért volt szó, a magyar-kazak hoki meccsről 2013-esről, 2-1-re nyertünk Kazaksztán ellen. És akkor ezek ott megfejtették, hogy így a szerencse, meg úgy a szerencse, és volt köztük egy sportoló, az a kosárlabdázó nő, az a Balog Judit, a szemben, hogy végig így mosolygott. És akkor a Vitrai megkérdezte, hogy hát akkor Kegyedet is megkérdezem, mint sportoló, hogy mit szól ez, és akkor ugye kedvesen mondta, hogy hát szerintem egy sportban nincs szerencse, mert hogyha palánkra dob és nem megy be, az nem azért van, mert kurva jó dobta meg, és akkor így a szerencse erők így megforgatták a labdát a levegőbe, és akkor palánkra ment, hanem hogy ez egy szardobás volt. Tehát, ha nem találsz be, akkor az tök mindegy, hogy palánk, vagy 30 méter elmegy mellé, az ugyanúgy semmit nem ér. Erre mondtam mindig a keménydénes, hogy a kapufa az rossz lövés. Hát így van, tehát tulajdonképpen ez, hogy szerencse a sportban, ilyen szerintem nem létezik. És a sok filoszozott hűn mögött, hogy az hát előző 25 perc, ami kijött a... Horváth Feri erről más pontnak hát... volna. Horváth Feri megmondja, hogy oké, mind a két fél idő elején meg a végén is kaptunk elkerülhető gólokat, a mi kísérleteink sajnos az oldalvonal mellett pattogtak ki. Milyen más gólok vannak? A szerencse vannak? Nem szegődött ma este mellénk. Tehát milyen más gólok vannak, Feri? Akkor bontsuk ki, hogy van egy gól, amit kurvára tökéletesen levédekezett, de valahogy csak bemegy, és az nem volt elkerülhető. Nem volt szerencsénk. De mi? Hogy? Tehát így, hogy nincs szerencse? Tehát vesz egy lottószerint a csatár, és akkor valahogy átmegy a kapus kezén a lövés, vagy nem tudom, hát azért nem így megy. Tehát másfele pattant a labda. Ezek ilyen nagy magyar futball magyarázatok a kamukorszakból, tehát a Rossi nem hivatkozott. Emlékszel a Rossi első meccs után mit mondott? Nem hivatkozott. Ővé ennyi a felelőssége, én rontottam el. Ennyi a vizé, és akkor mindenki mondta, hogy jó, oké. Vettük, és akkor a következő meccsen is gyere azért. Tehát körülbelül ennyi volt a nagy nem mondta, szerencse, hogy, meg nem a mondta, hogy a labda gömbölyű. Igen. Nem foglalta össze, hogy mi történt a meccsen, ez ebből nagyon fontos. És vegyünk tovább. Mert ebben van 27 másik volt futballista szakember, akik ott ülnek a stúdióba. És az érzéseiről se beszélt, hogy hogyan érezte magát meccs közben. Azt az énekkel a később a... minek öltözik farsankol, meg ilyenek. Meg ez ilyen a fájós kérdés. Meg a fájós kérdés riport a meccs után. Igen, az még azért milyen, nem... Milyen meg a, főleg a meccs után is hatótájékoztató. Igen. Tehát milyen érzés volt ez, meg az, meg amaz. Igen. Nagyon milyen érzés volt, amikor berúgtad a gólt. Jó. Milyen érzés volt, amikor kaptátok, az nem volt jó. Tehát körülbelül...
Ilyenkor azt várnád, hogy a sportoló oxigénhiányos, de az újságíró az. Tehát ez egy rejtély ez a világ. Tehát. Ez a kormányinfókon is köszönhető. Ott az oxigén hiányzik be az magad. Tehát tényleg. Milyen állat az a malac. Házisertésben. Szegény Gulyás Gergő, milyen megdöbbent arccal nézett, hogy hozzon valaki egy teszes várost, és megmutatjuk, hogy a konnektor órult az a röpi. Hálég újságíró, egy új állatot ott is van meg. Ott van, ott polgármester mellett. Tényleg olyan bazdmeg ezek. Ezek az újságírók beszélnek olyan, mint amikor amikor elmész halat venni karácsony előtt ott a Tesco-ba, és akkor van ez a és abban nézed, hogy az új, igen, hát van egy ilyen. Futballista, újságíró, társadalom, tudós, az van egy ilyen közös vénájuk, hogy gyakorlatilag semmit nem mondanak el. Szép átvezetés volt. Igen. Tehát, hogy az Egri Viktor gyakorlatilag megint mondott egy másfél percnyi meleg levegőt, tehát megint megfejtette a semmit. De ezt a tévében, a politikában is azt csinálja. Hát, szerencsére volt az néztem ott a csat 1-2-ben, hogy valamelyik, nem tudom, amely jobb oldalra sorolt Muki mond valamit, másfél percig talán néha hagyja őket beszélni, de inkább fél perc, és majd így megmondja, és azt mondja, hogy szerintem ez nem így van. Na jó, folytassuk mással. Ja, nem tudom, hogy ő futballozott-e, de az a kapu egyébként kurva nagy, az a futballkapu. Hát igen. Vagy beleállsz, iszonyatosan messze vannak. Kis picinek érzed magad benne, mert nagyon messze vannak a dolgok. És akkor is kúrva messze van a két vége. Tehát, hogyha beállod a cserekapus a zé mellé, és te kurva jó megrugod a sarkot, a ketten nem fogják kivédeni a zével. De nem, hogy a két vége rohadt messze, hogy beleállsz, még a teteje is rohadt messze van egyébként, mert az is 2.32, hogy milyen magas. Igen, hát valami 2.32 valamennyi. De hidd el, Viktor, hogy az nem a szerencse kérdése, hogy jobban be tud rúgni, vagy nem tud berúgni, tehát az ugye az éve is, az angol oda-vissza meccsen is ez ment, bazd meg, hogy szerencsénk volt, és az angolok nem vették komolyan. Most 200 percig nem kapsz gólt abba a kapuba, az már azért nem szerencse. Tehát amúgy az... tény, hogy szerencsénk is volt a meccsen, de ugye ez meg szintén egy ilyen baromi régi sportközhely, hogy annak van szerencséje, aki megdolgozott. De miben volt szerencsénk, bazd meg, hogy mi rúgtuk a gólt, és aha, nem most gótok? De az nem most gótok, most az angol, hogyha nemzetek ligájában, azt hiszem, arról van szó. De hát az meg az nem szerencse, hogy nem bírsz egy értelmes lövést leadni a kapunkra. Jó, az angolok az egész elbén alig adtak értelmes hát lövést. Igen, az látjuk, hogy nem ez a játék. Mint a háborúban, az meg kurva szar játékkal a döntőig, tehát azért faszomat, az meg. A végén meg is nyerik, az meg. Tehát a Saka más miatt hagyta ki a helyzeteit, de azt most hagyjuk. Tudod, a Harry Kane az a trollfocin egyből lejött, hogy garantáljuk, hogy vasárnap a fajolók gyernek. Itt a garancia és a Harry Kane kép. Az ágad a Harry Kane, a Bayern München most itt a zsinórban 420 bajnokságot nyert. Átment a Harry Kane egy évre, ja, és a Leverkusen lett a bajnok. Harry Kane az a... Ő a gókirály lett. Igen, ez a középkorba tengelyész lett volna, bebasszák a hajóból a vízbe, már nem annyira hossz szerencsét a Harry Kane. Na, az a szerencse a Harry Kane-ben az ja, volt reggel, egyébként ilyen gó-rekorder VB-ken, LB-ken, mert igen, mindig ráleverik az összes 11-est. Igen. Volt valami amerikai matróz, ilyen Harry Kane matróz, világháborúban kiment a rombolóval, elsüllyedtek, kihalázták őket egy másik rombolóval, az is elsüllyed. Az a macska volt, Ambrózi. Volt egy macska, a Bismarckon volt a macska, és akkor elsüllyedt a Bismarcka, kihalázták, elsüllyedt az árkójel, akkor is kihalázták, és azt hiszem a harmadikkal pusztult el szegény, de úgy hívták, hogy unsinkable szám, azt hiszem úgy hívták a cicát. Harry Kane macska. Tehát egy német macska volt, de az angolok akkor hadizsákmányként angolosították. Hát a macskát én is kimentettem volna. Még ott túlélt egy vagy két hajót, amit kilőttek alóla, úgyhogy. Nem, azt hiszem, Szingapurba vagy hol ott eltűnt szegény. Nem is te biztos, hogy vízbe fulladt, csak hogy ott valahol elkeveredett. Valami kínai sikátorba ott. Lehet, hogy még a japánok még használtak egy pár hajót. Franz tudja. De hogy nem is tudom, melyik VB-n volt a Harry Kane 6 góllal a gól király, 18-ba talán? 18-ba. Volt 6-ból 5 volt 11-es? Hát azt vagy is bekerül vagy csak be kell, de azért, igen. De tényleg egy ilyen csatárfenomén, aki mondjuk ontja a gólokat a Tottenhambe is, meg most a Bayernbe is, de így a VB-ken meg LB-ken így csak 11-esből lő gólokat. Szegény német macskák. Ugye az ő feladatuk a földön a kártékony élőlényeknek a kordában tartása, de hát az amerikai katonai rendőrségnek kéne intézni. Nem mondd ezt, mert már megint belénk lesz kötve, hogy mit szólunk, már ide is kijönnek a katonai rendőrség. Nem, mert mi nem vagyunk német, kancellárokban. Én a német kancellárokra akarom ráhívni, ugye. Ilyeneket beszélek, hogy meddig hozzátok még ezt. Hát ugye 1000 évig Angola, amíg szoktatok tartani, nem? Hirtelen az 1000 év már csak izébe, az meg 80. Ez most már múljon el. Igen. Egyébként, ha már fotiról volt szó, azért emlékezzük meg róla egy mondat erejéig, hogy igen. Magyarországon, ahol
ilyen hegyi Ivánoknak a szava az, hogy mindig tud a fociba számítani, azért sikeresen megvárt az ember ezt, amíg a Ferenc Attila meghalt, és most már nem fog beszélni neki kellemetlenségeket. Te írt egy csomó könyvet, azt mondja, most megmarad ezzel. Hát az megmarad, csak most már ő nem fogja kiabálni hangosan a könyveinek a tartalmát, úgyhogy valaki másnak kell majd. De tudja az MLS, hogy ez lehet, hogy még rosszabb nekik, mert ha valaki meghal, akkor ugye egy kicsit így felső szférába kerül a tudás, vagy amit alkotott, az így... Hát legyen így. Így izé lesz, hogy mondjam, így... Megsztárul az ember. Igen, valahogy ez így. Ez a halott popstar effektus. Igen, meg a halott izé festő effektus, hogy az többet ér, mert már nem fest többet, és akkor emiatt emelkedik az értéke. Beleolvasnak olyanok is, akik eddig nem olvastak bele, mert... Legalább magyarul van. Igen, tehát... hát szerintem nem, ezen nem múlik semmi, mert az... tévés futball szakértők azt se értik, hogy magyarul van. Tehát tényleg ezek, akik az Erbi alatt bejárnak oda a stúdióba. Hangos könyv. A hegedűs Heriken kívül nem értem, hogy a többiek ott így. Aki nem futballista. Tehát hogy adat elemző, és úgy elmondja, hogy mi történik. Meg van még egy valaki, aki... Ha vagy és nem szeretett hallgatni a Hajdubét, akkor a Dragon Attila összefoglalja neked, hogy mi volt a meccse. De amúgy sem értem. De a Bozsik Péter is ugyanerre képes egyébként. 67. percben az a lövés, ez bement. Láttuk, bazd meg. Mi is néztük. Mondjuk a az egy jó sikerült dövés volt, meg gól lett. A Hajdubének azért zseniális momonyai voltak még. Én szeretem a Hajdubét. Elszabadult a német játékos, nem kéne hagyni. Kiméknek nincs lelkismert tudás. Hát akkor talán egy csapóhajtót nyithatna egy katona egy rendész alatta, és majd nézzük, hogy... Mi furdalódna ott? Láttad, hogy megdúltak magukat a németek, bazd meg? Nagyon-nagyon. Ja, 11-esen? Mi petíció, minden, aha, újrajátszás. Mi mindenkit be akarnak hivatni Gleszheimbe. Játszok újra a világháborút, hogy mit akarnak? Hát is elvesztitek, bazd meg. Tehát bocsánat. 300 ezer aláírás. Páris környéken aláírták, hogy 2-1. Most meg aláírták 300 ezeren, hogy nekik ez így nem jó. Nem volt az kéz, az. Igen. Ugye, Isten keze és Cucurella teste volt. Mindannyian láttuk, ugye. De egyébként... Isten szólt, hogy nem, egyébként nem... az volt a UEFA iránylátás az EB előtt, hogy hogyha a kéz nincsen, tehát nem nyúl rá a játékos kézzel, úgy van, hogy ha a kéz nincsen természetellenes pózba, akkor nem büntető. Uh-huh. Most a Cucurella az éppen itt dőlt hát, és itt lógott le a keze, tehát most akkor... tegye el, vagy így húzza össze nem magát, az kéz. Azt nem lehet. Nem is volt kéz. Tehát ez nem volt, abszolút nem volt szándékos kezelés. Csak az a kéz, amit jobb kézzel és ki hajtod előre. Tehát a lényeg, hogy a szándékos kezelés a 11-es. Csak az ütözlésére áll 11-es Németországban, minden más kéz már. Jó. Ugyanakkor azért látunk egy pár olyan büntetőt, ami alapján én megadtam volna még a Varga Barnabásnak a lemészárlását is. Ugye azt is videózták, és végül semmi, de azért voltak. Tehát most, amit a Herigén kapott a elődöntőbe 11-est. Ugye, hogy így hozzáért egy fél stopli a lábához? Így van. Utána már elrúgta a labdát. Ott előadt a nagy halált, és ez jó, mondjuk rátartott a holland, tehát megadható, ha nagyon, nagyon muszáj, de hogyha ez... Nem muszáj. De nem muszáj, de hogyha ez megadható, akkor simán megadható egyébként a Varga Barna letarulása is, meg megadható mondjuk a német kezezés is, meg ezért, meg mondjuk a Botkának a lekönyökölése szögletné, meg ilyen apróságok. Persze. Tehát azért, hogyha ez büntető, akkor tőlünk simán elvettek legalább 3 büntetőt. És az angolok meg egyébként ilyenekkel mentek végig, ilyen 1-0-ákkal, büntetőkkel, hosszabbításokkal. Mennyit 11-es tültek az EB-n? 2-t, vagy 3-at, nem is tudom. Őszintén szóval nem... De mindnek elég komoly jelentőség volt az 1-0-áigban. Nem tudok dolgot felidézni az angolok eddigi meccseiből, megmondom csak, őszintén. Csak rossz érzéseket. Azt tudom, hogy játszottak Szlovéniával és Szlovákiával is. Az nagy zavartok, hogy nálam is, ezt hadd meséljem el, hogy mekkora hibát követtem el. Ugye PS-en írjuk a meccseknek a tudósításait. Összekevertem Szlovákiát Szlovéniával. És kiderült? Egyik kommentelő beírt, mert a... És honnan tudja? Nem nézted meg az ászlóikat, hogy megtudtad? Nem, ez ilyen furcsa történt a keveredés, mikor az angolok kiverték a svájciakat. Az büntetővel volt, ugye? Igen. Kiverte büntetővel, és előtte verték a szlovákokat hosszabbítással. Igen. Viszont a 85-ben kiestek a szlovénok, szintén büntetőkkel a portugálok ellen. És én beírtam a svájciak kiverése után, hogy az angolok megnyerték a második büntető párbajukat is. Mert emlékeztem arra, az angolok az előző körbe kiejtették Szlovákiát, és Szlovénia büntetőkkel esett ki. És ez a kettő nem, hogy összecsúszott, és beleírtam, hogy hülyeséget a cikk címébe. Ez a legjobb akar is előfordulnál, hogy én is most málazatul estem a dolognak. Hát ők is összekeverik néha magukat. De még a EP kapcsán akartam mondani, meg az orosz-ukrán háborúban, hogy szerintem a balti államok tehát tényleg nagyon aranyosan kezdenek el viselkedni. Tehát ők tudod, a osztályban a debil gyerekek, akik különülnek, mert azok hárman a lettek, a litvánok, meg az észtek arról beszélgetnek hárman, hogy hogyan fogják egymás között felosztani Oroszországot, kinek melyik lesz a megszállási övezete. Ilyen hosszú csíkokat képzelnek el, vagy nem mi tudom, a terv? Nem tudom, de szerintem van 10 oldalú dobókockájuk is hozzá. Tehát mennek, csinálnak karakterlapokat. Mennek medvére vadászni a medvevadász kutyákkal, és akkor a 3 csivava az így.
Az így a medvének a medvének így a oldalát így méregeti, hogy igen, akkor melyiket fogja kiharapni. Képzeld el az, amikor a film meg az ész katonák fognak ott farkas szemet nézni a Szentpétervár közepét, a demarkációs vonal a két megszállás övezet között. Ilyen remegő orosz katonák, hogy most... Nem, oroszok nincsenek ott, a finnek nincsenek, meg az észtek. Igen. Közösen ja, szállják meg Szentpétervárt. Ja, értem. Mert hogy a finnek is beszálltak, ők is most már fel akarják osztani Oroszországot. Értem, oroszok már ott addig ott a szél lesz vágva, segjük, és nem lesznek ott. Igen. Az érdekes, mert jó, a finnek a háborúban sem szerették volna megtámadni Szentpétervárt, vagy akkor Leningrádot, ugye. Hitler ott nagyon akart, ők meg mondták, hogy nein, danke, hát nem... Leningrádban annyian laknak, mint Finnországban. Ne jó, de az ott a finn oktatási modell sokat segített azon, hogy tök hülye legyen az összes. Igen. Vagy kis zsírkrétázzák az oroszokat Szentpéterváron. Kidobolják őket. Igen. Meg megmondják ott a litvánok is, hogy Kaliningrádban nem indítunk rakétát. Ez szabálytalan. Uh-huh. De Kaliningrádban nukleáris fegyverzet volna. De az szabálytalan volna. Ja, aha, Oroszország feldarabolása nem ér annyit, hogy elpusztítsuk a világot. Hát nekünk nem, de az oroszoknak lehet egyébként, de oroszokat nem biztos, hogy erről megkérdezték. A festői Kaliningrád. Kicsit könnyedebb témákhoz. Az, mintha nem ilyen lett, nem ez lett volna neve régebben. Nem. Sőt, nem is így nézett ki igazából. Königsberg? De nem is így nézett ki tulajdonképpen. Nem. Elég mások voltak ott az utca homlokzatok. Csak be kell rúgni, és 6 hét alatt összeomlik. Lehet, hogy a Kaliningrádra ráesik egy-két darab, egy-két tégla. Na mindjárt, mi volt? Hogy? A brit hírszerzés tragikus dolog történik az országban. Monty Python, na mi van? Jaj, csak azt ne. Az orosz oktatás színvonalának leépülésére adott ki friss elemzést a brit védelmi minisztérium hírszerzési osztálya. Bezárták a... Júniusban bezárt az Európai Egyetem politikatudományi kara Szentpéterváron. Hát szerintem Putyin akkor most már lehet, hogy kibontott. Lehet, megreszelte a... Hogy fognak így háborút kérni? Cián ampullákat már megreszelte. 2016-ban megvonták az egyetem működési engedélyt, mivel az egyetem gender tanulmányok központ működött. Bár az orosz kormány átmenetileg visszaállított az egyetem működését, 2023-ban szélsőségesség miatt ismét eljárást indítottak ellene. A brit hírszerzés szerint az egyetem a tudományos szabadság bástyája volt Oroszországban, ezért szúrta az orosz hatóságok szemét. Uh-huh. Az ukrajnai háború kezdete óta az orosz elnöki hivatal közelebb irányítást szerzett az egyetemek felett. A háborúval szemben kritikus oktatókat bocsátottak el, és kötelezővé tették az orosz államiság alapjai nevű kurzus oktatását. London megállapítja. És lefogadom, hogy azt a hazugságot oktatják itt, hogy a kijevi rusz az igazából az orosz államiságnak a magva, nem pedig az ukráné. De sejted, ez a kötelezővé tették az orosz államiság alapjainak oktatását, ez ilyen fél éves általánosan kötelező művelődése és hittélettel összefüggő tantárgy. Egykerítes tantárgy. Igen, tehát, hogy az meg a vizsgán majd írásban így beadják a tojásos rántott a receptjét, és átmennek 4-essel. London megállapítja, az ukrajnai háború ártott az orosz tudományos életnek. A Nature magazin 500 legjobb egyetemének helyén nagyon visszaestek az orosz oktatási intézmények, illetve teret kaptak olyan vélemények, melyek szerint Nature magazin 500 az legjobb egyetemének helyén. A Nature magazinban mit keres a muciológia? A Nature magazin az... Illetve teret kaptak. Ember azt gondolná, a Nature magazinban nem. Hanem madarak vannak, meg hát ilyenek. Hát vagy mit tudom én. Illetve teret kaptak olyan vélemények, melyek szerint az idegen nyelvek tanulása káros Oroszország jövője szempontjából, valamint egyes tankönyvek betiltása is terítékre kerül. Nem tudom, hogy le kell fóliázni, bazd meg. Ki kell küldeni a frontra, azt ott elhullik a tankönyv. Le kell küldeni az elhullik. Hú, de tényleg én először 7 éve írtam cikket a Transparency Internationalnek a korrupció érzékelési indexéről, amit évente kiadnak. És mikor elmentem egyszer, akkor elmentem ennek a bemutatójára is, ott egy ilyen kis mini konferenció volt erre szervezve, ott volt a Bot Péter Ákos, meg a Ligeti Miklós, aki aztán ezt az egész... Ligeti Miklós? Azt hiszem ő ennek a... Egy ilyen pedret bajszú... Az. Csikós jut eszembe a pusztáról. És ott igazából így, ott szembesültem azt, hogy ez a dolog, ez így mennyire csak egy ilyen finkfűrészelés. Tehát különböző... Ezt tudtad meg? Nehogy ez ha, mennyire? 30 pár évesen vagy. De addig ezzel nem foglalkoztam. Ja, persze. Aha. Nem hozzuk létre ennek a mintájára a fejét, tehát a faszfejészlelési indexet. És az lenne a tudományos megállapítás, hogy megbeszéljük egymás között, hogy te figyelj, szerinted mekkora faszfeje a Puzsér egy 1-10 skálán. Szavazunk róla. 10, hát akkor mind a Puzsér egy faszfej. Mindannó a Szilvainak a cikkéről, a nem tudom melyik magazinból szavazott a szerkesztőbizottság, ugye emlékeztek rá, úgyhogy mi is itt Nature magazin módon szavazni fogunk. De szóval ott szembesültem. Hogy lehozzák-e, arról szavaztak, nem? Aha. De igazából nem szavaztak, csak a főszerkesztőről szavaztak, de csak e-mailezgettek. Szóval ott szembesültem ezzel így nagyon nagy mértékben, vagy így szemtől szembe,
hogy az ilyen különböző érzéseket így begyűjtenek, azokat vibe-okat. Vibe-okat begyűjtenek, azokat még súlyozzák saját maguk belátása szerint, és a súlyozás után kihoznak az egészből egy ilyen egy nagy végső számot minden országnak egy saját filmbuborékot, és Magyarország ebben rettenesen rosszul teljesít sajnos. Tehát és akkor ezt... És Orbán is így puk. De akkor... És hogy néznek, hogy de hát ez a fingbuborék az 1000 évig állt volna. És Orbán leugrott a székbe, és most hogy csináltam. És erre Orbán... Most megyek Moszkvába, az Orbán, és lehetok újra. Orbán az, hogy Isten, hogy engedhette ezt. És oda akartam kiugadni, hogy ezt a brutális fingfűrészést, azok akkor megdöbbentem, hogy ez tényleg így megy, ezt tudják fokozni. Tehát azzal akarnak Oroszország ellen háborút nyerni, hogy leközlik a Nature magazinba, hogy az orosz tudományos élet az így össze fog omolni a gender tanszék beszántása miatt. És ha a tudományos élet összeomlik, akkor a háborút is elveszítik. Tehát képzeld el, hogy itt a gender studies nélkül hogyan fog kinézni az orosz hadigenderészet. Tehát, hogy ugye ideális esetben az úgy néz ki, hogy ott van az Aurora cirkáló, ott van a hajó órában, nem tudom, ilyen a lilaszínű szivárványos orszarvú, és akkor az admirálisnak ott fogja az orszarvút, és a boa lobog a szélben, és akkor támadás. És ezt most nem fogják tudni megcsinálni. De tényleg egy szög miatt a patkó elveszett, egy patkó miatt a ló elveszett, a ló miatt a gender lófasz elveszett, és akkor itt most Oroszország elbukja a háborút. Ebben a sorban nincs benne a gender tanszék, ez egy ilyen régi angol proverb, hogy menj a vajon, ilyen közmondásszerű, hogy veszik el az ország, és akkor ugye a legalsóbb szintig figyelni minden... kell arra, hogy minden működjön, de a gender tanszék az... Mit szokták tartani, ezt így közben hadd kérdezzem. Hát nem tudom, de hogy a gender tanszék nem volt az ebben egyenletben. Ez még egy ilyen régi dolog, de hogy igen, az sincs benne, hogy az amerikai gyárak hadianyagával a háború megnyerődött. Ezt nem írják bele az angolok. Leépül az orosz oktatás színvonala. Ez mennyire kétségbejtő hír tényleg. Hát ez a kattintékony címadásra. Gondolod, hogy bezárják a Dubnai Atomkutatóintézetet, de nem. Tehát tragikus dolog történik Oroszország, és olvastam a cikket, nagy odaadás, hogy na, akkor mi lesz a tragédia, és itt odaíták a végén a már kapcsolódó cikkünk, meg aztán a többi cikk, és mondom, jó, de a tragédia az hol volt? Brit hírszerzés állapotáról árul el sokat az, hogy ilyen fontos dolgokkal foglalkoznak. Szerintem hogy... a brit hírszerzésben a Eric Idle meg a John Cleese az elég sokat dolgozott mostanában, hogy nyugdíjasok meg nagyon dolguk, és akkor beírták őket, hogy nem volna kezdett egy kicsit marháskodni. Felajánlottak egy összeget, és akkor ez a vacak szálló folytatódik. Tehát... Európai Egyetem. Tehát ugye ismerünk egy pár orosz egyetemet így, távolról. Van ilyen, hogy Európai Egyetem? De ez a név ez nem volt így benne a fejünkben, mint egy nem. Ilyen híres orosz egyetem. Igen. Tehát nem van, mondjuk, a van mondjuk a Lomonoszov. Igen. Lehet, hogy ez is valami amerikai településen egy ilyen kulipintyóban van bejegyezve, hogy nem, Európai nem, Egyetem, és ott van az akkreditáció. Ezért nincs Eastern European Egyetem, nincs? Milyen? Eastern European Egyetem nincs. Igen, ez az EU. Igen. De nagyon fontos intézmény biztos. Tehát az megvan, ha már Bécs is CEU, vagy Favoritemben, nem is Favoritemben, hanem vala Bécs belvárosában a csecsenek meg a szírek összeszólalkoztak, először még csak hanzsárok villogtak, de utána lőttek is egymásra. Na. És akkor a környékbeli nénit utána megkérdezte a sajtó, hogy hogyan élte meg ezt a kisebb polgárháborút. Milyen érzés volt? Milyen érzés volt, és erre mondta, hogy hát lassan a belvárosunk is úgy néz ki, mint a Favoriten. És akkor itt álljunk meg egy szóra, és akkor visszalapoztam akkor a négyen, amikor a Lázár azt hazudta, hogy a Favoritemben ott a bevándorlók állandóan hangzsárral pajkoskodnak egymással, és akkor mindenki megérte, hogy nem, Bécs a legélhetőbb város Európában, ezt több CEU-s szociológus is kikutatta. A második. Igen, élhetőségi index, tehát voltak érzések, és az érzésekhez valami szorzót is még hozzáadtak. És hogy egyáltalán semmi gond nincs a bevándorlása, pláne Favoriten negyedben, ami egy színes, szagos, ilyen kicsi kis pici Mumbai ott. Tele kis szivárványszínű mozaik, vagy patchwork családokkal. Igen. Egy pici Mumbai, egy egész pici Mahacskala. Egy kis Lagosz. Igen, egy inci-finci kis Szomáliában mi van, bazd meg? Mogadisú. Van még valami durvább hely. Igen. Mogadisú az a kormány ellenőrzött. Miért kell neked Mogadisú a durvább hely egyébként? Az a puntfölde, nem, a Mogadisú az a kormány ellenőrzi ott. Igen. Egész a puntföldén vannak a kemény arcok. Ellenőrzi egész Mogadisút a kormány. Igen. Volt mindenki hát fel, volt mindenki Opel Kadett ajánlom. Pontosan kérdetek, azok megvan. Mi a faszt ellenőriznek a szomáli kormány a katkereskedelmet? Hát nyilván a kurvákat, a lőszert,
Tehát tényleg az a szomári föl, tehát látszik, hogy az meg csak a legnagyobb eső népeknek, tehát az angoloknak, meg az olaszoknak jutott eszébe, vagy azt is gyarmatosítsák. Ja, meg a francia, Djibouti volt belőle, igen. Most már megkeresem. Tehát tényleg látták a hajóról, hogy ott ül a izé pocsolyában a néger, és rágja a kat levelet, és erre azt mondta az olasz, hogy nekem ez kell, ezt akarom. Hát nem meg ezen így volt. Azt mondod, hogy na jó, ezt azért csak meg tudom verni. Volt, kirakták a térképet, hogy na milyen területek maradtak. Az bazd meg. Valamikor oda megyünk, egy vége a sziasztának, akkor lenézünk, és akkor lenéztek, és a helyiek ott fogták őket, hogy akkor megjött a civilizáció. Már nem tudom, melyik város, de van valami durva. Ott ünnepeltek, hogy végre megérkezett az első tető. De előtte még átszúrták az anszaladókat lándzsákkal. Beszúrtak a kémlelő nyíláson. Az Etiópia volt, nem? Hát az majdnem ugyanaz Szomáliával. De ez hogy volt, hogy még valamikor a 16. században kaptak a portugáloktól ágyukat, néhányat, hogy az arab nyomulásnak megállt tudnak parancsolni, és ezeket az ágyukat később az olaszok ellen használták erős, újra. Erős fake news-nak érzem, mert egy ágyú nem. Háromszáz évig nem lőttek vele, vagy? Hát az olasztanknak nem tök mindegy. Hát az ágyú szétmegy, hogyha idő után sokat. Az olasztank is szétmegy, már csak az ágyú látványától. Egyébként az állandó nem kell ráülni. Az olasz hadosztály is szétmegy. Sziasztok, akkor szétszélnek, a falat vannak. Esetleg egy puska eldurran, akkor is szétszélnek. Az észak-afrikai hadjáratban volt az, amikor annyi olasz adta meg magát, hogy a vonatkozó brit parancsnok négyzetkilométerben adta meg az olasz hadifoglyoknak a számát. Ejtettünk 3 négyzetkilométernyi olaszt. Megjegyzem, hogy ott is volt olyan eset, mikor az olaszok amúgy egészen jól harcoltak úton, és a németeknek a... Hát a német propaganda így más terjesztett róluk. De olyan is volt, hogy visszavonultak, és az olaszok valahogy nem kerültek fel a teherautókra. Azok a német kézben voltak. Tényleg? Képzeld volt el. Ilyen. Pedig a sivatagban... Én máshol nem hallottam ilyen. Nem tudom, mit loptak ott, bazak homokot, vagy mit. Tök mindegy, ők feltalálják magukat. Oké. Na, valami új hírt adja. Na, jutalomjáték. Igen. Sejem majom csajozási szokásai. A legjobb. Ez engem nem érdekel, ezt mondom. Hát bazd meg, elévette a brekit. Nyilvánvalóan hazugságok, ilyen szövegek, hogy nem vagy feketőves kategóriájú szépség, de azért megdugnálak. Megtisztelve kellett volna érezned magad, hogy rád nézek és szóba állok veled. Majdnem 500 000 került a hétvége, és nem kapok érte semmit. Minden törölj ki a telefonodból, különben baj lesz. Nem fogod tudni feldolgozni azt, amit órákon belül tenni fogok veled, ha nemet mondasz. Jó, figyelj, én még a poroszos iskola rendszerben végeztem, mert nem tanítottak nekem kritikai gondolkodást, ezért a gyanú leghalványabb szikrája sem merült fel bennem, főleg amikor olvastam, hogy még a hétvéges eltávosokat is behívták a vízirendészetbe, hogy keressék meg azt a telefont. Mert hogy ilyen bűncselekmény utoljára, hogy a Dunába dobtak egy telefon, nagyon régen volt Magyarországon, azonnal a végére kellett járni. És ugye ezek az SMS-ek is, szóval én abszolút teljesen valid ez a történet. Tuti nincs benne hiba. Melyik részről nincs benne hiba? Egyik részről sincs, de amúgy meg kurva jó az egész. Szóval nagyon jó a mozi. Még ezeket a csaj írta ki, aki állítólagot érintett volt benne. Ez nem a telefonból jött elő. Jó. Egyébként a magyar példák alatt sima adja ezt a modot. Igen, adja magát, de azért... Egy kicsit azért nem... Ez a 500 000 a hétvége, és akkor hadd basszalak meg, ez azért a Morrisons. Itt tudom én, miben azért ott nem kell 500 000, ott dívott ez egy időben, nem? Hogy akkor állítólag koktélé lehet, mit tudom én, fiatalkorú lányokat, nem tudom, mit csinálni. Hát az ötkedbe is ezért ment. Jó, de hát most ez így hogy zajlik ez a... Igen, azért 500 000 elkölteni egy nőre, tehát látszik, hogy ez egy zsúrfiú. Hát meg van neki miből. Tudod, ez egy külvárosban, ez tudod, hogy működik. Az ember kér magának egy bimbam kólát, aztán hátra nézi, meg a lotyónak is valami köpet vizet. De ezt így, nem tudom, de erre így mit mond a lotyó, hogy akkor megissza, és akkor ilyen beindul benne a lelkiismeret fordulás, hogy akkor itt most azért ellentétet kell nyújtani, vagy hát nem tudom, azért ezt kicsit okosabban is csinálhatná Magyar Péter. Hogy egyébként az érdekes, oda, az érdekes, hogy az ilyen forradal már politikai megváltóban nagyon gyorsan átment ebbe az ilyen valóságsó hősbe, igen. De egy óriási férfi a karakter amúgy. De hány éves a faszim? Még csak 43. Nem? Hát akkor nem tudom, korán kezdi, tehát ugye én most lettem 45, ilyen kókebere kezdeni így rendesen az élet közepi válságba. Ilyen kúl kell úgy csajozni, hogy az embernek már kijön az arcára kétségbeesés, amikor minden fiatalabb lányokat próbál a kis fonnyadóban lévő kukkijával ott megdolgozni. De hát ők két évvel elsiette ezt a dolgot.
Lehet, hogy ez csávó, és hamarabb megtanult vépul a faszra. Szóval az a helyzet, hogy... Azt már 40 fölött gyakorolni kell a vépuhát. Szóval politikailag kevésbé, tehát egyre kevésbé érdekes, viszont más szempontból meg egészen egyedülálló szórakoztatóipari jelenség a csávó. De hogy műfajt váltott, elég gyorsan váltott műfajt, tehát az a politikából így kicsit így ki... Hát ez a show businessben találta meg a helyét. Meg így kell izomból csajozni. Tehát ezt nevezik izomból csajozásnak. Tehát erőszakosan? Popsztári magabiztosság. Kőkóra szoppol? Bemondja, megküzdve kellett volna, érezed magad, hogy rád nézek is szóba áll. De ezt a popsztároknál úgy működik, hogy... Ilyen csak egy kurva nagy férfi mond, azért azt lássuk be. Füttyent egyet a koncerten, hogy akkor a lányok mehetnek a backstage-be, és akkor nem kell 500 ezerért... Hát igen, nem árt hozzá igazi popsztárnak lenni. Igen, tehát ez a részt, ezt én hiányolom belőle. Én Judas Priest-re megyek szombaton. Hát ott a backstage-ben nem a lányokat írják. Téged kicsülnek fel a színpadra. Jó kis tanítás. Ott a Rob Halford megcsinál egy koszos kis backstage-ben. 70 éves kőkemény kukira, ami előtt. Hajnál néz neki, én látom a Rob Halfordot. 45 éves, hogy mindent ki kell próbálni. Nincs már sok időt. De először az egy popiára gondoltam, csak az drága. Hát az viszont lazítja az áruizmokat, úgyhogy vigyázzál, mert ez két élő. Lejön a Rob Halford, és szerintem ő ad neked ingyen, hogyha megcsinálhat. Zukkolunk, Ambrózik. Persze. Ja, semmi is. Betérdelek a tojtóihoz. És megint egy kis kalapban a Rob Halford. Már értem, hogy miért buzizott annyit. Te tudtad, hogy az Ambrózi buzi ezt akar. Megcsinálták hét. Egész eddig csak arra várt, hogy jöjjön a Rob Halford, és egész ő csinálja talán... meg. Tud, bárkivel egész... ő nem csinálja, de a Rob Halfordnal igen. Egész Tallinnváros ezt beszél. Ugye kérdés, de nem tudtam, de most, hogy plecskálják, azért ez most már... Azért Tallinnvárosnak kell lennie. Többen is mondták, nem csak egy helyről hallottam, úgyhogy lehet, hogy tényleg. Legalább hárman mondták azt, azért ez nem lehet véletlen. Akkor ez meg a BI, tudod, a buzi észlelési index. Ja. A buzi vibe-ok. De ott tényleg kéne ez a faszfejészlelési index, ezt... Csak az a baj, ugye, hogy ezt a soros univerzumban ezeket így pénzért csinálják ezeket a dolgokat. Tehát föl van rá húzva egy ilyen kamuintézet, akik hát így emberek dolgoznak ezen. Most már nincs is kedvem hozzá. Tehát itt tologatják a felhőket a bent az intézet falai között pénzért, és összeáll bele egy korrupció észlelési index. Ki a faszom fog ezen nyáron a szabad idejében a nyaralás helyett foglalkozni, hogy faszfejészlelési indexet számolgassam? De hogy számogatod? Én nem számolok más, csak a német tartozást. Mennyi? Hát évelen kiszámoltam, most még ugyanannyi. Egyébként ezt lehet számítani, kérjünk egy közgazdást, vagy valami jogást, hogy a gündogál lökését azt lehet számszerűsítő kárral bele. Ja, ezt akartam, igen, tehát azóta az EB-t ilyen szemmel is néztem, és azért történt egy pár olyan lökés, mikor valakit így, hátulról hátulról megkínáltak, az ember így hason megcsúszott, és semmiféle röhögést nem hallottam, hanem tehát lefújták, és nem hallottam semmiféle röhögést. Hanem itt szabálytalanság. Úgyhogy akkor ez megy az aranyhalak mellé. Elítom. Aranyha, zongora, stb. Hát valami ember, és akkor ezt felírja. Meddig fogod még ezt felhozni? Hát még 980, ez az 20 évig legalább. Meg ameddig újra megcsináljátok, igen. Kedves Angéla. Na, hát ez most nagyon friss. Na. Újra számolták a szavazatokat, jól sikerült. 200 szavazattal kapott többet Vitézinél Karácsony Gergely, úgyhogy... Van fejlődés. Ez már legitimáció. Ez már legitimáció, úgyhogy most már vezetheti ő azt a közgyűlést. Akkor Gei babája. Mi nem vagyunk se, tehát hogy mi egyébként örülünk a Gergő. Megvan, 200 szavazat, mit nyerek? Azt jelent, hogy te osztasz. Gergő, úgyhogy nagyon örülünk a Gergő győzelmének, az most... Fú, nem csak Franciaország szakadt három felé. Hanem Budapest is. 5 évig nem maradunk minőségi Facebook posztok nélkül. Sőt, kigyulladt a Rouen-i katedrális Franciaország. Ó, Popiga fölépült volna a Notre Dame. Mondtam, hogy készített a Notre Dame, mehetnek építkezni. Megdúlta magát egy arabus? Biztos nem, öngyulladás történt. Na persze, furák ezek az öngyulladások. Gerinek a kedves Facebook posztja az volt, amikor így elmagyarázta nekünk, hogy amikor fa van egy utcában, akkor hűvösebb van az árnyékban. Ez kúrva. Soha egyszer egy klímaszakértő is elmondta. Az igen, meg. Az meg de öreg, de te vagy a főpolgármester, tehát akkor ültess fákat, ne pedig minket tájékoztass arról, hogy... Tehát miért minket érzékenyítenek az ügyében, hogy több fa kéne a városba? Én meg vagyok győzve, az meg ültessen. Menjen valaki ki a kis izével, kis piros lapátkája van, piros vödrével, és akkor...
játékfal ültetés. Ambrózi. Több a kéne a városba. Orbán nem engedi. Igen, tehát ezt kéne csinálni. Dobod, hogy Orbán engedj több fát a városba. De hát te vagy a polgármester ezt... Gelgő, de akkor is Orbán engedj több fát. Szociológus akkor ezt nem tanították, ezt a technikát, hogy dobolt ki egy az érzéseidet? Akkor még csak 80%-ban volt fasság az az egész, nem 100%-ban. Még voltak benne jó kis képletek, mi? Hát meg a ízé az szociológia történet. Sok-sok megalapozottság. Vagy, várja, nem szociológia történet, hanem hogy hívják ezt a ízét? Társadalom történet, igen, az még nagyon, nem tudom, miért nem jutott eszembe, nem is csehszlovák szó. Szóval az nagyon-nagyon tetszett, amikor ilyen régmúltnak az embertelenségeiről kellett ott szomorkodnunk, hogy voltak ilyen kényszermosdatások, mert nem tudom én, egész falun egy cigány nem volt hajlandó fürdeni, és akkor ilyen közegészségügyi problémát jelentettek, és akkor kiment a akkori kölyár, és akkor kényszermosdatták őket, és akkor ott alig bírták ott a többi gyerek ott visszanyelni a könnyét, hogy ez milyen rettenetes kényszermosdatások, meg minden. Ezt most is így kéne csinálni. De voltak olyan állampincér mellé? Igen, tehát volt néhány dolog, amit azért így volt lett megtartottam. Ez most is gyerekeknél előfordult, hogy... Igen, bazd meg, ha borhás tertve, akkor le kell borotválni a fejét is, ezért. Igen, megmosakodtam a füled mögött is, megmosakodtál? Csak annyi, hogy mivel nem vagyunk németek, mivel nem vagyunk németek, ezért valódi szappant adunk a kezébe. Igen, nem vagyunk németek, ezért vízzel mostuk, nem gázzal. Ennyi a titka. És túl is érte, hát elárjuk ezt. És sőt, utána tiszta, hogy és boldog, és egészséges gyerek lett. Igen. És... Mert is fogod még ezt felhozni a németeknek? Hát örökké. Ezer évig. Hát ezer évig fog állni ez nem, a történet. Nem szabad leeltagadni a valóságot, hát igenis van germán bűnözés. Toxikus germanitás. Na. Előbb igen kihajtuk egy fontos részletet, most nézem. Na, mi van? Ez amikor elkezdték a... Történetből véletlenül kihagytam egy részt. Elkezdték ezek a világ pénzemberei behajtani a Ukrajnának. De ez volt pénz... szó. Igen, hogy volt szó, ugye nyomják az orosz propagandát, de hogy kik ezek, azt nem említettük. Itt megvannak ezek. Megvannak nevesítve is ezek a BlackRock, a PIMCO, meg az Amundi, az egy francia Moszkovita cégek. Alap. De hogy már megint a BlackRock van itt így. De nem akarják... A BlackRock így fölbukkanódik itt is érdekes módon. De hogy azért módon. Követelnek most pénzt Ukrajnától, hogy azt akarják, hogy a Putler győzzön. Hát orosz propagandát nyomnak. Hát ez nem, hogy rossz vibe, ez nagyon rossz vibe. Ez maga az emberiség ellenes bűn. Igen. Tehát az meg... Tehát Brüsszelben, tehát ez annyira felháborító, hogy ideig kéne hallanom, hogy Brüsszelbe dobolnak. És egyébként, aki pénzt adott Ukrajnának kölcsönre, ilyen kötvénybe gondolom, vagy valami hasonló, tehát hogy vett ukrán államkötvényt. Hát az nagy ötlet volt, mit szetelemre tévét venni. Igen, tehát mire számított, tehát hogyha veszel valami kurvára kockázatos papírt, és bebuksz, akkor azért úgy sok mindenki nem fog rajta. Hát azért azt nem? Attól nem félek, hogy ezek ilyen ukrán államkötvényt vettek, ami így beborul, akkor így hús volt, nincs pénzed. Hát én félek, hogy ők inkább kölcsön adtak pénzt. Ők azért... Hát az meg pláne. Tehát akkor az, igen. Hogy... Tehát ők azért pénzüknél lesznek, tehát ott nyilván kis... Én értem, így csak hogy alapból mire számítottak, amikor tehát annyi mozdítható, meg mozdíthatatlan érték van Ukrajnában, tehát ők nagyon jól el lesznek. Hát akkor be kell hajtani rajtuk a titániumot, igen. Meg a faszt, ugye mit akkor... Azt, hogy az ukránoktól nem sokára bérleti díjat fognak szedni, hogy a saját országukban éljen, hát az már egy másik kérdés. De hát csak hogy ezt kinek fizetni nekünk, vagy mire gondolnak? Uh-huh. Hát, de ne. Tehát most akkor... Tehát az a, itt csak az, hogy nem akartam újra behozni a témát, csak én csak a BlackRockot akartam megemlíteni, hogy itt megint a BlackRock tűnik itt föl teljesen váratlan módon. Hát az van, hogy a Ukrajna eladta a saját országát. Ezeknek ezt most visszabérli. Uh-huh. Hát mert azt érdemes megnézni, hogy az amerikai külügyi adminisztrációban, a forgóajtórendszerben kik azok, akik ugye a BlackRock meg az adminisztráció között így oda-vissza vándorolnak. Van ilyen gondolod? Egy bizonyos Nuland névre gyanakszol, hogy... Hát. Szerintem az adminisztrációnak a közel harmada ilyen. Aha. Kik ezek a Kazár, vagy milyen nevűek? Kagán. Kagán, igen. Kazár. Meg kell kazározni. Hát, veseik. Hát a Kazár Kagáról ugrott be. Igen. Veseik, azok nincsenek ott? Tudni kell, hogy melyik utcában áll az új gyűjtőcenter. Ezt elmondom a kedves nézőknek, hogy mit tippelnek, hogy összedőltek a tornyok, majd újjáépültek melyik utcában? A Vízi utcában. Vízi, hát de Vesely. A Vései utcában vannak. Úgyhogy ennyit erről. Kinek nincs talán tóta, Décülei, és kinek nem.
Majd a Polecsek utcában lesz felőkarcol, akkor visszatér. Tudom, az Kassúb volt. Egyelőre a Polecsek utcában csak egy szobakonyha áll, mert a többi szoba az Németországban épült. Hogy próbálkozik? Fel. Kiépítettük, az nem itt épült fel, ez kitelepült. Küzd, mint házisertés a jégen. Na jó, majd megnézzük azt a szép nagy felőkarcolat Nürnbergben. A Horowitz tér, meg a Steinberg utca sarkának a Rései Street. De tényleg ilyenek vannak, Szilvár, nem tudom, milyen park. Hát mondom, basszát. Kerestem a Polacseket, egy se volt. Na jó van, ne érezd magad. De semmit. Ott lehet rövidíteni. Nem, az a baj, ez a Polacsek Street-en keresztül lehet rövidíteni. De egyrészt semmi közünk hozzá franciából ered az a ottai név. Na most ugorj neki, tessék. Nem, de akire elnevezték, az egy puritán prédikátor, hittérítő volt. Ezt mondjuk, volt. Hát ugye ezt mondjuk. Na, hol van a következő hírünk? A Szabadkönyves is volt esetleg a puritán prédikátor? Jó, kimarad. Amikor azt hittem, hogy már... Látod, hogy hülyeség volt, felhozom. Amikor azt hittem, hogy már... Elnézést. Amikor azt hittük, hogy már kint vagyunk, ezek visszahúznak. Igen. Volt egy szép szünet. A református szabadkőműves. Református ügyben volt itt egy pár hónapos szép szünet, aminek én nagyon örültem, és attól tartok, hogy most a ágyukról lekerül a fedőponyva, és néhány lövés ismét el fog dördülni belőle. De ezt nem is gondoltam volna, hogy ilyen lehetséges. Tehát az, hogy valaki egyszerre református és szabadkőműves. Tehát ez olyan, mint az meg valaki egyszerre tagja az olasz meg az orosz maffiának. Nem tudom, mert... ez hogy van. Hát ők lehetnek. Hát... Azon lepődtem meg, hogy ezt hogy lehet kipofázni. Mert katolikusként az nem lehet. Az a furcsa benne, hogy így kipofázni. Igen, nem, magad, de... úgy van, hogy magadról elmondhatod. Tehát, hogyha te vakolókanalas vagy magadról, de a többiekről nem mondhatod el. Uh-huh. De hát amikor itt még benne voltunk a nagy üzembe, akkor ugye azt is itt említettük, hogy a Ravasz Lászlóval kapcsolatban akkor még elhangzott ez 18-ba talán? Tehát mondta a világháború vége felé, igen. Hogy... kéne végre egy olyan református püspök, aki nem szabad kőműves. Ezért őt kiléptették. Ó, jó. Ki lehet lépni belőle? Hát én nem így tudtam. Ő azt mondta, hogy kiléped, ja, hát most ez... Hát csak tudom, mi kell még. Csak régen voltam szabad kőműves, és csak kicsit. Ezért nagyjából így lett bele. Lehet, hogy körülbelül. El kell menni gyónni, és akkor bűnbocsánat. Nem olyan egyszer, vagy nem olyan nehéz. Nos, szóval ez a fickó, Kubiton jött le a cikk? Kubit volt, ugye? Mm. Kubiton jött le, hogy a Károlin dékán, meg egy magángimnáziumban igazgató, és így bevallott, hogy a gyerekeket szabadkőművesnek. Oké, tanítja őket? Tehát így aktívan bagyózni. Benne van ebben a történetben. Körzözni nagyon minden. Az egész történet nagyon szimpatikus. Vöröslik a kecskebak az órán? Hát valami ilyesmit, hogy mit csinálnak? Ezt egyébként szabad? Mert én nem ott egy sokkal inger gazdagabb közeget képzelek el, mint a Puzsérnek a leendő kávézója. Hú, bazd meg! Az sem volt. Az a, de láttátok. Az a nyomorult IKEA-s konyhát. De láttátok az IKEA-s konyhát, és azt az impresszumot Massachusetts, vagy hol van? Ne, várj, azt de a Massachusetts, baszki. Kikeressük. Tehát, nem, azt szerintem, hogy csak fejlesztik a honlapot, és az marad. Fejlesztik, igen. A Massachusetts cím. Igen. Tehát lehet, hogy ez csak egy stockfotó, és nem is így fog kinézni a szaros kávézója. Értem. De hát, az biztos, hogy a Robiban majd fogunk bandázni, mint Jay is csendesből. Várjuk, hogy jöjjön a zsombér, aztán. Ki leszel a bejárat előtt, és várod? Úgy hallom, hogy más is várja a bejárat előtt, hogy kicsit megbeszéljen vele valami. Az inkább na, érdekelne, hogy Olaf. Az lássuk. Nem az tehát, Olaf Metal. Tehát ez még csak a félkész honlap, de itt, de ez a... Úristen, ez a fingszakogató szöveg, ami a főoldalon jön ki, az inga szüntelen lengésben van a szélsőségek között. Legnagyobb az sebesség... ATV-s, legnagyobb MSZP pénztár, vagy hogy érti? Pontosan. Aha. Legnagyobb sebességgel a centrum felett szágul el. Hát ott nem marad sokáig. Még a két szélső pont, pont felett egy-egy pillanatra megáll. Amíg elteszi a kapszából azt a kis pénzét, így van. És van ennek ilyen látássérült, optimalizált változata is, ahol ezt felolvassák, és fink hangok kísérik. Tehát, hogy minden... Remélem, fekete alapon fehér betűkkel. Minden bekezdés úgy kezdődik, hogy... Ahogy van, igen. Ez az egész honlap egyébként egy ilyen ez filozófia, modorparádé. Ugyan már. Ez a inga kafé, de mondjuk ha tényleg így fog kinézni, mert képen van, akkor az elég gáz. Hát a tudtom már a kocsmáknak az az értelme, akarsz értelmiségig hogy... kávézni egy IKEA konyhába? Tehát a kocsmáknak az az értelme, hogy így fogyasztásra ingerel már a környezet is, ami ott van. Tehát egy IKEA konyhába mit szeretnél azon kívül, hogy felakasztod magad semmit. De nem hoz téged a gondolat, hogy beülsz ebbe az IKEA bútorokba, 4000 forintért iszod a banánturmixot, és közben lapozgatod a könyves polcról leemelt metafizikát.
Nem. És nem az Arisztotelészt, az már Inga, el. A harmadik pólus bázisa. Ezt tényleg képes volt leírni? Az Inga Café egy harmadik politikai szekértábor gyűjtőhelye kíván lenni. Az Orbáni és a Gyurcsányi pólustól egyenlő távolság. A pólus tagoknak is van egy ilyen elköszönése, mint a Jediknek. Hosszú sikert jósolok a projektnek. Nem, hogy a fény legyen veled. Célunk, hogy a két nagy történelmi kurzus tagjai megtanulják, hogy már nem csak egymással állnak szemben, hanem velünk is. Tehát ugye vannak ezek a híres rajzok, hogy a Mici Mackóba lerajzolták a 100 holdas pagonyt, hogy a történet alapján ki hol lakik, meg mit tudom én a gyűrűk urába, hogy mi merre van. Rajzoljuk már le így ezt a puzséri univerzumot. Tehát így, hogy a faszomban van az a geometriai pont, hogy egyenlő távolságra van az Orbántól, meg a Gyurcsánytól, és ott van a Puk László egy nagy adag pénzzel. Tehát nincs ez a pont, bazdmeg. Tehát a Puk László az a Gyurcsánynak a kis izéjében van, nem? Tehát ugye a Gyurcsánynak a kis vonzás körében van, és akkor ott pénzikézi a kuzsarat. És akkor Német Sándor is, hát lehet, hogy most már az így az Orbán felé mozdul, de hogy egy 30 évig eldekult. Hát erre csak azt mondaná, hogy a univerzum minden szegletét áthatja a Schwarz meg a film. Ja, jó, oké. De hát az egy vígjáték. Tehát így a Robi 100 holdas pagonyát így nem tudom lerajzolni, hogy mihol van, mert ilyen ajahuaszka szeánsz körül lesz, hogy minden van mindenhol. Csak a Robi van középen, de egyszerre van az MSZP széfében is a Robi. Tehát mindenhol van az meg. Tájföldön, középen, Farkasréten, a sétáló Budapesten, az autójában, a repülőn, a fogyasztás nélküli világban, ahol 4000 forint a fogyasztás, a szarra amúgy, is. Amúgy remélem, hogy az étlapjuk az igaz. Igen, ez, csak, hát, ez még csak ilyen, még nincs az egész kitöltve. Na, már, meg ugyanaz meg az étlap, meg az itallap, de itt ilyen. Tehát azért a tejleves 2500 forintért az kurva csábító. Tejleves? Tejleves 2500 forintért. Remélem, hogy igaz. Mondod, hogy nem kész honlap, de remélem, hogy igaz. Ez még nem vett. Banán turmixepper levelekkel 4200 forint. Az már azért úgy egyekesebb. És banán turmix 4200 forintért. És van, van Virgin Mojito H-val. H-val? Nem illetjek ével a Virgin Mojito? Nem, ez H-val így. 4000 forintos banán turmix? Aha. Eperlevéllel? Eperlevelekkel. Több is van benne. Tehát az, hogy összeturmixolsz, bazd meg három barát, meg ízével teljebb, az is belebaszol három eperlevelet, és az 4000. De az a jó, és közben olvasod a 4-4-n a cikket, hogy 2000 alatt már nincs lángos a Balatonon, és fel vagy háborodva. És dühösen szörcsintesz egyet. Rossz lelkiismeretű, gazdag és buta emberekre kell rámenni. Tehát az a bajunk, hogy a mi nézőink azok értelmesek, szegények és dolgoznak, tehát nem fognak a nulla banánturmixot a 4000-et odaadni. Csináljuk már ilyen hajóágyú kafét, bazd meg. És hát ebben a lenne, kocsmában fog megképződni a harmadik pólus. Igen, lenne sörjége. Kibaszott rentábilis lenne nekünk egy kocsma. Az Ambrózi ingája fog lengeni, ami a pultnál áll, tehát nem megy sehova. Ott ingyeneznék egész nap. Igen. Volt már a kocsma, ahol az Ambrózi ezt kipróbálta. Ugye azt nem is működik már, jól tudom. Szóval az a Inga Café meg a szélső közép, azt szerintem fog még nekünk egy-két vidám pillanatot felső közép, ugye? Szállítani. Felső közép. Igen. Hát a csóróbja. Csóróbja, hát. Örülünk, hogy a felső középnek is lesz kocsmája. Ez hiánycikk volt az... Budapesten, sétáló igen, Budapesten. Nem volt egy jó kávézó, az... ahol metafizikát olvasott. Az Inga kultúrkávé. Megképződött bennem a pólus. Szerintem nem tudom, melyiket olvasom, annyira zseniális, hajra. Mint. Hát attól a 4000 forintos Balán Turmixtól megképződik bennem a pólus. Azt a Massachusetts-i címet, azt olvasom. De London térkép van darabban. London térkép Massachusetts-el. Meg török szöveggel. Igen. A CIA tudatos állampolgár. Lecsorgott a CIA-ba az ajahuaszka. Nem volt egy munkatárs, aki ott elmentek golfozni, de ezt előtte fejezzétek. Bob munkatárs. Tudatos állampolgár. Szerencsére, amiket a Puzsérit, azok már fenn vannak a honlapon, ez a jó benne. Tudatos állampolgárok otthona. Otthona. Otthon. A kávézó az egy második otthon. Egy IKEA bútoros kávézó. De előbb olvastam, írják, hogy a Inga belső terei letisztultak egyszerűek. Azok láttuk, hogy azok nagyon le vannak tisztulva. Mert... Mondjuk azt többen mondták, hogy ahol troli vezeték van, ott hatalmas nagy rábaszás kávézót nyitni, mert ezek a kékharisnyák beülnek, és képesek 9 órán keresztül inni, fogyasztani egy presszó kávét. Hát ezért 4000 forint. Tehát akkor kiteszik a könyvet, de így nem olvassák, csak hogy mindenki, hogy az utcáról leolvasható legyen a címe a könyvének, amit ő olvas, hogy mások ugye okosnak tartsák őt, és akkor 9 órán keresztül ott mutatja magát, és közben egy darab presszó kávét fogyaszt, de néha kér hozzá vizet. Egyszer találkoztam egy ilyennel. Ezek nem is a presszó kávét, ez felejtsd el. Valami habos-babos.
egyszer bementem a kávidon a görög gyroszozóba, és olyan volt, hogy sorba kellett állni az ülőhelyre, olyan nagy üzem volt éppen dél környékén, dél vagy egy óra volt, és valami 5 perc várakozással lett egy 2 székes asztalom, de mellettem egy 4 székes asztalnál, mikor bementem, már ott ült egy ilyen nagyon öntudatos feminista fejű. Én? Nem. Én. Ja, igen, ő én volt. Szépen ott a 4 székes asztalt foglalta, és majd tableten nagyokat rajzolgatott, valami építést tervező, nem tudom, mi lehetett. Mikor bementem, már ott ült. A fasz ilyen piszkafalovat rajzolt. Megvártam a helyemet, aztán leültem megenni, befejeztem, mikor kijöttem, még mindig ott ült, és nyomát nem mutatta annak, hogy ő távozni akarna onnan bármikor. Zsékétázott, csak digitálisan. És közben állt a sora a pultnál, akik így álltak az emberek a kajájuk, hogy most így. De gondolom, most a lábam meg valami... így keresztbe volt téve, ilyen 3 szor. Persze. És így emberek így álltak, hogy lassan meg kell enni, mert ki fog esetleg hűlni, meg ilyesmi, de őt ez nem zavarta. Ott ült a 4 székem. Na, viszont mennünk kell, mert még van egy azért dolgozunk, hogy az Inga egy nyüzsgő, gondolatébresztő, változatos kínálatú és inspiratív kulturális központtá váljon. Inga. Ezt vigyétek el magatokkal útra való. Kulturális központtá? Hát csináljunk már ilyen zéket, árkokat oda, és akkor nézzük, hogy ki esik. A kávéházi kultúra 21. századi újrateremtése. Ezt vigyétek magatokkal. Ajándék, melyel meglepem, a kávéházi szegletem. Én-ént. Újjáélett a én. Én tőlem magamnak, nekem én, a én. Jaj, Isten. De beülünk, bazd meg, ezt nem hagyjuk ki. Viszünk operatőrt, kérjetek, de fogozni, bazd meg. Megnézzük a... És lesz benne, maszturbáló szoba is, mint egy rendes német óvodába. Nem lesz, az egész az. Ez egész az. Tehát olyan hely lesz, mint a... Hát mindenről a South Park jut eszembe, amikor ugye a emberek elmennek izé, szotoszopa, meg elmennek San Franciscóba, és ott beszélgettek az egyik fejépet, hogy nem tudom, mert San Francisco inkább nem is olyan, mint a nem is Amerika része lenne, hanem két európai város, nem? Nagyjából ilyen. Amikor mindenki, ez a régebbi, amikor ez mindenki hibriddel jár. De az nem, amikor láttad, amikor most már San Francisco jár South Park, vagy ott van olcsó ingatlan. Most már nem beszélnek ilyen tőmüzékbe, bővített mondatokban, most már csak ilyen laptop. Laptop. Már itt tudnak mondani. Wifi. Jaj. Na jó, köszönjük szépen a figyelmet. Még ha minden igaz, akkor így egy műsorunk lesz, aztán elmegyünk nyári szünetre, ami tart vagy augusztus végéig, vagy szeptemberig. Ez majd még kiderül. A Kurcinak igen melege van, hogy lepihenünk. Ez az van, hogy sajnos ennyire erre volt pénzünk. Úgyhogy ennyire futotta a pénzből. Menjetek nyaralni, mi is megyünk nyaralni. Mi is megyünk nyaralni. De közben a pénzt küldjétek, mert anélkül. Miből jövünk vissza? Nem indul újra a műsor. Attól ti fizettek. Nem indul újra a műsor. Tehát a szeptember üres kasszával kell kezdenünk, akkor itt fog ülni a szlovák Bódi, meg a Varga Ádám. Minket meg ott, hogy a Jorgos Travel Korfu, mert nincs, hogy hazajönnünk. Jorgos Travel. Jaj, szóval köszönjük szépen a figyelmet, ne felejtsetek el utalni, egyszer még vagyunk, azt utána már nem. Aztán ősztől mindenféle új dolgokat behozunk. Ősztől már tényleg, most már nyerni fognak az ukránok. Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Na, hogy állunk? Alig jön valami. Itt tönkre fogunk menni. Fogd meg a vizemet már, csak ez jutott sör helyett. Egy gombóc fagyi, egy téglavaj, egy jobbfajta gírosztál ára. Hogy legyen hajó ágyud. Meg nekünk is. Meg a Jákob Petinek is. Szóval ne legyél már ilyen köcsök, hogy kérni kelljen. Mi itt érted is harcolunk. Meg az európai értékekért. Ha mi elveszünk, te leszel a következő. Adjál pénzt! Hozzánk egy árva fillér nem gurul ezért. Sem Sorostól. Sem Korányi Dávidtól. Sem Mészáros Lőrinctől. Sem a NÁC német nagykövetségről. Csak a ti mikroadományaitokon múlik. Mondjuk, aki a hajóágyúban nem keres ki meg az évi 100 milliót, az hülye. Úgyhogy alapítottunk erre egy céget. De ha nincs pénz, tönkre megy. Ha nincs pénz, nincs stáb. Nincs gép. És nincs hajóágyú. Ha ezt akarod, nem kell tenned semmit. Ha viszont mégis szeretnéd, hogy legyen, akkor a videóink leírásában mindig megtalálod, hogy mi a teendőd. Adni mindig jobb, mint kapni.